üdvözletem, és azért beszélek itt az elején ilyen szerencsétlenül, mert hogy készül egy podcast felvétel is, amit holnaptól lehet majd letölteni a Magyar Hangnak a Facebook oldaláról, meg a YouTube csatornájáról, meg nekünk is van most már oldalunk, ez a kötöttfogás.com, és onnan is le lehet majd tölteni, vagy meg lehet hallgatni. Nagyon-nagyon különleges ez a mai alkalom, mert most először fordul elő, hogy nem vagyunk képben. Tehát ilyen még ugye nem volt. Már nem itt. Ez így magától kellett volna leesni a poénak, nem a te segítségeddel. És hogy nincsenek itt a kamerák, az is egy kicsit furcsa nekünk, viszont az, hogy itt van a közönség, az meg nagyon-nagyon felemelő és nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy ebben a formában is támogatjátok a műsornak a fennmaradását, meg a létezését. És hát azért az alapcsapatot hívtuk össze magunkat a ma estére, mert hogy ez egy kicsit talán rólunk is szól erről a 5 hónapról, amit magunk mögött hagytunk. Arról is szeretnénk majd egy kicsit beszélni, úgyhogy hát azért bemutatok mindenkit, mert gondoljunk a rádiók előtt holnaptól ülőkre is. Konok Péter. Jó estét kívánok. Valami. Előre is elnézést, mert azt mondták, hogy kiabálni kell. Nekem elég fura lesz a hangom, mert reggel hang nélkül ébredtem, úgyhogy én fura regiszterbe fogok beszélni. De azért ez én vagyok, nem egy gonosz rokon küldött vagy. Csintalan Sándor. Jó estét, Magyar. Most vártam, hogy hányan állnak fel, mert sokan csak azért hitték, ezt élőbe egyszer hallhassák ezt a jó estét magyarokat. Pörzse Sándor. Jó estét. Én pedig Dévényi István vagyok továbbra is. Na, azért készültünk rendesen témákkal is, és akkor az lenne a menetrend, hogy megpróbálunk összehozni egy kötött fogást, ahogy az lenni szokott, és utána akkor átadnánk a szót, és akkor szabad folyás, lehet kérdezni, véleményt mondani, trollkodni mindent. Szabad folyásra vigyázz, mert ez már nagyon közel van. Ja, igen, meg hogy van külön asztalunk, az is egy kicsit furcsa lett megint. Nem az a jó kis akármi van. Én most nem értek, most hol vannak a kamerák tényleg? Most ebből hogy lesz tévé? A kamerák Rómába mentek, ott, ugye, hol vannak a kamerák? Ott. Ne keresd. Technikailag az az oka, hogy nincsenek kamerák, hogy nem tudtuk, hogy hány fő fér be, és hogyha jöttek volna a kamerák, meg az egész stáb, akkor pont annyival kevesebben tudnak részt venni a műsor felvételen, mint amennyi még finanszírozza a műsor. Tehát, hogy vagy kamerák, vagy műsor. Ez lett a... Sanyi, tök feleslegesen fésülködtél. Oké, de... Jó, ennek csak annyi oka van, hogy a Pista tényleg zavarban van. Szóval, ha itt állnának a kamerák, akkor csak onnan lehetne látni. Igen, ott, és ez sokkal jobb. Pedig eleinte nagyon utáltam. Tehát a szabadfogás első felvétele az életem top 3 legrosszabb élménye. Én emlékszem rá. Én is sajnos. Na, akkor vágjunk bele. Nagy Imre szobrának áthelyezése. Mondanám a szokásos két olvasatot, mert mindig van két olvasat. Az egyik az úgy hangzik körülbelül összefoglalva, hogy egy ilyen sunyin, gyáván az éleple alatt megmerényelt szobor, mert hogy a Orbán kormány nagy erőkkel dolgozik a Hortista restauráción, ugye valami ilyesmi, ez az MSZP-től kaptuk ezt a Hortista restauráció véleményt, és a másik meg azt mondja, hogy igenis vissza kell állítani a Kossuth térnek az eredeti állapot, tehát nincs azzal semmi probléma, miért ne éjszaka vinnék el a szobrokat, az ilyen manőverek, általában ilyen köztéri manőverek, azok nem napközben zajlanak, mert akkor zavarnák ugye a népet, és hogy Nagy Imre történelmi személyisége egyébként is azért valamelyest megosztó, tehát nem is feltétlenül van neki ott a helye, ahol ugye alapvetően a Nemzeti Vértanúk emlékműve állt. Igazából a két olvasat szokás szerint nem zárja ki egymást, tehát így a Horthy restauráció kérdése, amit azért elég egyértelműen látunk ilyen stukatúra szintjén, vagy díszítés szintjén, ez a rendszeren ez egy állandóan visszatérő elem a történettudományban, a történelemoktatásban, a szimbolikus térfoglalásban mindenütt jelen van. Másrészt meg igen, tehát szobrokat éjszaka szokás lebontani, mondjuk embereket is éjszaka szokás elvinni, én azért itt megtenném a szintén szimbolikus párhuzamot. Én egyébként nem hiszem, hogy alapvetően nekik Nagy Imrével, mint az 56-os miniszterelnökkel, vagy a mártírral, vagy hasonlókkal van alapvető problémájuk. Ők igazából itt a rendszerváltás 89-et akarják megtagadni. Szóval Nagy Imre, bár történetileg valóban egy ellentmondás a személyiség, ez hülyeség is lenne azt mondani, hogy nem volt. Az mindig is az volt, mindig is tudtuk, hogy az. De valahogy pont a rendszerváltás szimbóluma vált. Az a fajta minimum, ami az ellenzéki kerekasztalból kijött, Nagy Imre személyében vált jelképé. És amikor ők most lebontják
tulajdonképpen szintén szimbolikusan lebontják azt a hidat, amit valamilyen módon a rendszerváltás jelképezett, amin ez a tragikus vagy szörnyű figura, vagy mit tudom én, az, akiben meg lehetett egyezni, az ott ácsorog és nézelődik. Szerintem egy tűrhető szobor egyébként, mármint szobor, ez egy kifejezetten tűrhető valami volt, és nagyon turistabarát, ez szintén fontos most, amit a helyére raknak, az minden lesz, csak nem turistabarát, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a fajta politikai társadalmi konszenzust, aminek sok jót köszönhetünk, sok rosszat köszönhetünk, ezt is lehet vitatni, hogy akkor most mi volt ez jó, mennyire volt jó az, hogy ott egy ilyen kompromisszumot kötött az állampárt és az ellenzék, ami szintén Nagy Imrében testesült meg, de ezt viszi el Orbán, ezt tagadja meg alapvetően. Nem 56-ot, 56-ot ők már rég megtagadták. Igazából ők tulajdonképpen november 4-e örökösei, azért ezt szerintem eléggé célszerű látni. Ez látszik, amilyen aggódva és, hogy mondjam, távolságtartással ünnepelnek ők már most október 23-ákat az utóbbi néhány évben, egyébként jegyzem meg március 15-éket is úgy ünnepelnek. Ők valójában most a rendszerváltásról mondták ki az ítéletet, hogy az a rendszer, ami akkor felbomlott, amiben Orbán Viktor talán pártfőtitkár lehetett volna, de nem lett, mert ugye kitűnt alól, eltűnt alól a rendszer éppen, amikor beindult egy fényes karrier a kiszen belül, az okafogyottá vált. Tulajdonképpen meg nem történt, mint az Illignek a nem létezett történelme, vagy nem létezett középkorja. Ez a szobor döntés, ez bennem egyébként is ambivalens érzéseket kelt. Szerintem vannak szobrok, amiket el kell távolítani bizonyos történelmi korszakok után, ez nem kérdés, de egyszer majd Orbán Viktor szobrát is el fogják távolítani. Hát ahhoz először meg kéne épülnie. Képletesen vagy nem. Ez a, na de ez kinek a hibája, hogy még nincs neki? Ja, de ez, akkor is ez a szobor, ami most épül, vagy épülő félben van, vagy már föl is épült, ezt pillanatok alatt össze fogom lani. Csak remélem, még én is megélem, vagy mindannyian itt. De szóval azt akarom csak mondani, hogy de nem a Nagy Imre az, akinek szerintem a szobrát el kellett volna vinni. Én is úgy vagyok vele, hogy akármennyit is olvastam róla, nem konzervatív jobboldaliként nem tudom eldönteni, hogy ő most tulajdonképpen megbocsátható-e az ő valamikori kommunista káder léte, vagy pedig pont az volt a nagy dolog, amilyen fejlődésen ő az alatt a pár nap alatt keresztül ment. Nem tudom eldönteni. Ráadásul ugye azt se tudjuk eldönteni, mert most már ebben a világban élünk, hogy már azt se hisszük el, amit a történelemkönyvekben olvasunk. Tehát hogy a fenébe tudnánk azt eldönteni egyszer, ha beszélhetnék valakivel, aki azokban a napokban tevékenyen részt vett, de hát ez ugye már csak a kor miatt sem lehetséges. Tehát hogy megítélni az ő szerepét pontosan. De abban biztos vagyok, hogy a szobrát nem kellett volna elvinni. Egyébként meg ez a hortista restaurációról is az jut eszembe, hogy nekem önmagában a hortista restaurációval nem lenne bajom. Az a bajom, hogy a horti Fehérlován Orbán Viktor ül. Ez óriási probléma. Tehát a két ember között, ha más nem, akkor a különbség van, hogy Horthy Miklós, amikor kormányzó lett, meg amikor távozott, félére pontosan ugyanannyi volt a vagyona. Azért ezt nem biztos, hogy Orbán Viktorról el lehet mondani. Attól függ, hogy távozik. Távozni fog. Attól függ, ki számol. És csak nem biztos, hogy hol is volt Horthy Portugáliában, amit Esztirolban. Esztirolban volt, igen. Minden esetre... Nem Esztirol, Storio. Esztirol magazin. Igen. Nem vagyok abban biztos, hogy egyébként itt most a történelemkönyvekről kell beszélni. Például arról a pillanatról, hogy álljunk meg. Mikor voltál egy ember, és nagyon ritka pillanat lehet a magyar történelemben, mert az az ember, aki annak idején azt mondta, hogy nem kérek kegyelmet, itt azért mindenki sunnyogott idáig, mindig minden nagyon komoly kihívás alkalmával. Tehát számomra majdhogy nem érdektelen, hiszen mindenféle rendszer és mindenféle ideológia nevében már elkövettek minden bűnt az emberiség történetében, amit csak el lehetett követni. Mindenféle népirtásnak megvolt az ideológiai alapja. Ha úgy tetszik, ezen a valahol az élet, a legfontosabb kérdésre válaszolt nemet. Ez egy akkora és olyan elképesztő emberi gesztus, amit szerintem egyszerű emberi aggyal nap mint nap szembesülve kihívásokkal. Hányszor döntünk egyébként nagyon súlyosnak látszó kérdésekről. El tudjuk azt képzelni, hogy milyen lehet ott állni, és azt mondani, hogy nem kérek kegyelmet. És nem azért nem kért kegyelmet egyébként, mert
Szóval azt hiszem, hogy a történelmi helyzetnek abszolút a tudatában volt. És nem azért, mert láttam a mozit, vagy láttam a filmet, hanem simán megtehette volna, oly sokan megtették, hogy túléli, hogy nagykövet lesz, hogy valahol egyébként csöndben, a visszavonultságában írja a memoáriait, és akkor egyébként még mindig a forradalom miniszterelnökeként vonulhatott volna be a történelembe. Számomra egyáltalán nem politikai figurává lényegült át akkor, amikor azt mondta, hogy nem kérek kegyelmet. Hanem ez egy olyan mély, elképesztően súlyos emberi döntés, amit az ember, ha csak így beszélek róla, a hideg futkos a hátamon. De ez hogyan ide? De ez elég? Seho- mi? Ez elég? Elegendő? Nem, hát csak annyira... Most bocsánat, fogják be a fülüket, elmész a picsába. De most komolyan. Igen, sajnos nincs vágás, igen. Elég. Hát ilyet még nem is hallottam, Pista. Igen, mert annyira egyetértetek, hogy kénytelen vagyok én. De miben, mihez? Nem, nem is mi az, hogy elég. Hát ezért nagyon ezt egyet. Hát hogy milyen dráma történt. De én most, nekem az volt meglepő ebben az egész történetben, hogy én nem is gondoltam, hogy ilyen sebek vannak Nagy Imrével kapcsolatban, nagyon sokakban is, nagyon mély sebek vannak. Nem, de a sebb az tényleg szerintem most nem, valahol igazad van, bár te is a mítoszt mondod. Nem csak, bocsánat, tehát, hogy nem ragadjon vissza a szót. Tehát, hogy olyan sebeket találtam, vagy olyan sebekkel találkoztam, amiket tényleg nem is gondoltam volna. Vagy persze tudta az ember, hogy a sebeire gondolsz? Nem, arra gondolok például, hogy volt, aki azt mondta, hogy igenis az ő sváb nagyszüleit Nagy Imre belügyminisztérsége idején telepítették ki. Vagy hogy az ő falusi paraszt nagyszüleit szenvedtek, sőt, ugye az ő begyűjtési, értem, beszolgáltatási minisztersége idején hozták azt a rendeletet, ugye, Adlásöprés. Nem BTK-s volt, hanem egy bűncselekmény, tehát hogy retorziók érhetik azokat, és többi. És nagyon sok ilyen jött hirtelen elő, és ezek rendben, azt úgy fogalmaz, mint egy jó fideszes, tehát hogy ezek ilyen rendes, igazi, jobbos emberek, akik azt mondják, hogy nem, Nagy Imrének legyen szobra, ez nincs az a semmi gond, mert valóban, amit elmondtál, az méltóvá teszi arra, hogy szobra legyen, de ott azon a helyen, ott igenis a Tanácsköztársaság majd 500 áldozatának emléket állító vértanú emlékműnek a helye. Várjál, bárkit választanak, érted, oda. Nem akarják teljesen ledönteni a Nagy Imre szobrot. De bárkit választanak oda, sebek lesznek, voltak, vannak. Tehát igazából az lenne a legjobb, hogy egyáltalán nem állítanak politikusoknak szobrot. Csak mondjuk művészeknek, virágoknak, meg állatoknak. Én egyébként ezt abszolút pártolnám. Nem, viccen kívül. De most oda rakják például a Tanácsköztársaság áldozatainak a névsorát. Sebeket fog feltépni, mások sebeit. Tisza István lesz az első, aki ugye nem a Tanácsköztársaság áldozat, az ő neve az első, azban a névsorban. Nagyon sok ember halt meg annak idején az első világháborúban, Tisza István miniszterelnöksége alatt. Azért ebben azért Tisza Istvánnak is van felelőssége. Nem akarok én erről történelmi vitát itt ugyanakkor, mert ez nem történelmi vita, ez szimbólum vita. És amikor a Sanyi elmondja, hogy Nagy Imre milyen ember volt mondjuk egyébként részben a mítoszból, részben a filmből, részben a valóságból lepárolva, akkor sem arról van szó, hogy most ennek az embernek állítottak-e szobrot ott, hanem egy konszenzusnak állítottak szobrot, hogy igen, a demokratikus minimumunk az valahol Nagy Imrével kezdődik. Pont azért részben egyébként pont azért volt erre alkalmas, mert egy átformálódó személyiség, egy ilyen vívódó alak, akinek volt múltja, akinek volt jelene, akinek volt egy besúgói múltja is, azért ezt is ne felejtsük el, akit egyébként nem azért végeztek ki, és nem igazán kérhetett volna kegyelmet, hanem a geopolitika áldozata volt, mert még a Kádárék sem akarták kivégezni, még a Hruscsovet sem akarta kivégezni, tulajdonképpen sajátos módon Mao követelte a kivégzését, és így ennek lett áldozata Nagy Imre ilyen értelemben. Egy nagyon bonyolult dolognak egy nagyon egyszerű szimbóluma lett Nagy Imre a rendszerváltás körül, és ez a szimbólum kerül el most úgymond a nemzet főteréről, valami kevésbé frekventált helyre, ugye a Fehérház mellé, egy kicsit ez is szimbolikus azért szerintem a maga módján, tehát ott így a képviselői iroda az árnyékába kerül a magyar történelem egyik ilyen konkrét szimbóluma, mindegy, az se rossz hely amúgy, nem szoborkról van szó, és szerintem ez egy nagyon-nagyon világos üzenet. Részben azt mondanám, ha elhinném azt, hogy az Orbán rendszernek vannak gumicsontjai, ez most bizony gumicsont, amit bedobtak, csak nincsenek ezeknek gumicsontjaik, mert itt minden provokáció, minden konkrét üzenet, és minden játék azokkal, hogy ők hogyan viszonyulnak a hatalomhoz, hozzánk, a történelmünkhöz, a jelenünkhöz, mindenhez. Kisajátítják. Ha már Tiszát mondtad, én nagyon szerettem őt, amennyit én a történelemkönyvekből róla tudok.
És nehéz megállapítani az őrző felelősséget az első világháborúban való részvételünkért, de azért azt tegyük hozzá, hogy abban a pillanatban másnap, mint amikor megszűnt miniszterelnök lenni, másnap bevaginorozta magát a lovával együtt, és ment huszárként ki a frontra. Azért ezt gondoljuk be a mai politikusokat, hogy ugye az ország a háborúban áll, és most hat éves ítéletet hozott, ha nem hozott éves ítéletet, amit akkor még akkor nem is biztos, hogy meg lehetett ítélni, bár azt hiszem, akkor már lehetett tudni, hogy ebből jól nem fogunk kijönni. És másnap ment a frontra, ahol akár meg is halhatott volna. Na, erről beszélek egyébként, bárkit rakunk oda, jó, vitatkozni de, fogunk. Okay, mindig akkor, lesz, akinek így ezt tetszik, és hát így, nem. Így van, így van. De egyébként, amit a Sanyi mondott, abban meg olyan drámaiság volt, hogy itt a teremben is tök csönd lett, abban a pillanatban. Még a neszezés is megsünt. És ezért mondom azt, hogy vagy ezért csatlakozom a Sanyihoz, hogy akinek akkor abban a helyzetben kijött a száján az, hogy nem kérek kegyelmet, én annak elhiszem azt a fejlődést, amin az alatt a pár nap alatt keresztül ment, ő már akkor tényleg a sötét múltja ellenére, akkor ő már tényleg a forradalom, és a forradalom, nem az ellenfa, a forradalom miniszterelnöke volt. Ez a nagy hibája hát most a mostani rendszer egyébként, személyben. Egyébként ugye azért az több hónapos magánzárka, és nem akármilyen magánzárka előzte meg, meg hát nyilván kiszámította, hát nyilvánvalóan nem volt hülye, hogy egyébként neki a halál jár. Bár ezzel együtt a rendszert ismerve talán annak is lehetett volna sansza, hogy egyébként túléri, mert mondjuk az ilyenféle bukott szimbólumokat azért szerette az a rendszer, de annak örülök, hogy szóba hoztad a hidat. És ugye a Pista is utalt erre az egész rendszerváltás dologra. Azért abban nagyon sok mindannyiunknak és sokunknak van felelőssége. Sose fogom elfelejteni, éppen emlegettem valakinek, aki a napokban, hogy annak idején 90 után a Konrádnak volt egyszer egy szövege arról, hogy mennyire nem tudjuk átélni, meg nem vagyunk hajlandók belegondolni abban, mert egyébként baromi szerencsések vagyunk, hogy az elmúlt 101 néhány évben, vagy 500 évben, ha Európában, vagy bárhol a Földön olyan felfordulás volt, mint amilyen Jalta összeomlása volt. Tehát hatalmak, erők, érdekek, politikai érdekszférák zuhantak, összedőltek be, és a balkáni háború később volt, tehát ezt most nekem ne hozzá ide senki. Végül is úgy történt meg a rendszerváltás, Jalta összeomlása, hogy egy cseppvért nem folyt el. Ha úgy tetszik, a Konrád még erre hivatkozott különben, hogy egy olyan 10 parancsolatból származó tabu valósult meg, hogy ne ölj. És ezt az egész rendszerváltást, ez az őrületesen buta izével, amit az Antal mondott, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, és most mindenki egyébként 30 évvel a rendszerváltás után, itt forradalom után, meg az elmaradt forradalom után kiabál, és annak a végtelen szerencsének nem hajlandó egyébként örülni, és most nem a rendszernek örülök, nehogy félreértés legyen, hogy egyébként ezt különösebb, sőt véráldozat nélkül túléltük, ideértve azt is egyébként, hogy nyilvánvalóan szakad meg a szívem amiatt a 1,5-2 millió ember miatt, aki utcára került ettől az egész rossz rendszerváltástól, és egyébként mondjuk a nyugdíjrendszert is veszélyezteti. Na de hát ez a híd, ez azért baromira fontos lenne. Tehát engem ez ilyen értelemben mégiscsak zavar, és fölmerül bennem az a kérdés, hogy most ennek az egész szimbólumharcnak úgy különben mi értelme van, azon kívül, hogy ezeket a sebeket felszaggatja. Mert szerintem ezeknek a sebeknek a nagy részét egyébként az emberek többé-kevésbé elrendezték magukra. Én emlékszem a nagyanyámra, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban, de ezt most nem fogom ide idézni. Én meg abban vagyok biztos, hogy ez a korosztály, amelyik nagyon meglep, hogy ilyen fiatal a közönség. Nem vagyok hozzászokva. Azt hittem, azt hittem, megmondom őszintén, bár aztán rögtön ellent is mondok önmagamnak, tehát azt hittem, hogy jóval idősebb lesz. Állandóan nyuggereznek, hogy tényleg vagy fasz. Most elvesztettem a fonalat. Ez volt a szándékom, igen. Igen, igen, tudom, hogy, tehát, hogy vajon Nagy Imre, jó, nyilván itt most olyan emberek vannak itt, akik érdekel az aktuál politika és meg a történelem is, de úgy általában ez a 30 pluszos közönséget érdekli Nagy Imre? Szomorú, hogy nem, de én szerintem nem érdekli. Emlékezzetek, vagy emlékezzenek vissza arra az elképesztő TV riportsorozatra, hogy végigmentek, hogy mi van 50, mi volt 1956. október 23-án, nem láttátok?
6-8 évvel ezelőtt volt, de én azért tudom, mert mi is megcsináltuk annak idején a Barikád újsággal, és döbbenetes volt, hogy a fiatalok mennyire fogalmuk sincs 56-tal kapcsolatosan. Ja, hát ehhez Viaszatot kell nézni, ott volt most múltkor egy ilyen showműsor, ahol megkérdezték a kolléginákat, hogy és akkor mikor volt a honfoglalás, és akkor az volt a válasz, hogy 1956-ban. Ja, ez a, amikor direkt... Igen, bizonyos szempontból úgy is lehet. Na jó, ja. Akkor... Azért ezekről a zavarokról egy kicsit a szélsőjobbos sajtó is tehet, mert ez a honfoglalás szó is így átminősült. Hagyjál már! Még sokat kell dolgozni. Az a baj, hogy tehát az a teljesen identitásvesztésben vagyok. 2 évvel ezelőtt még ugrottam volna erre. Tehát akkor 2 évvel ezelőtt ebből még ordibálás. Most már így vigyorgunk egymásra. Most már csak rezignáltam. Igen. Beszéljünk egy másik nagy emberről, mert hogy a Forbes magazin szerint Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, ráadásul azzal a parádés teljesítményen, hogy egy év alatt meg háromszorozta a vagyonát. Ami, hát ugye ezek mindig ilyen becslések, de olyan 381 milliárd forint körül tart a mester per pillanat. Én ezt így felírtam, mert hogy aktuális, de ha nem tudunk újat mondani, akkor ne beszéljünk róla. Én tudok. Bízom. Én tudok, mert én szerintem az zseniális, hogy állandóan a magyar oktatásrendszert bántják, nem? Mi a baj a magyar oktatásrendszerrel, hogyha egy sima szakmunkás ilyen elképesztő gazdasági bravúrt tud végrehajtani, nem? Önerőből, saját ötletekkel, saját tőkéből. Mi a baj a magyar oktatásrendszerrel? Azt nem tanítják, hogy legyen egy miniszterelnök barátod. Na jó, hát ugye. Amúgy meg lehet, hogy azért szorult most erre rám a szarvot gázszerelőnek, tehát ezt nem. Nem. Állítólag jó gázszerelő volt. Viszont azért az tényleg, Múr is, szerintem egyébként olyan nagy újdonság a történetben nincs, hogy most akkor Mészáros Lőrinc itt a Forbes listán első lett, de viszont Orbán Viktor 3 vagy 4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy addig őt ne baszogassák már a parlamentben azzal, hogy Magyarországon korrupció van, amíg az elsők között a Forbes listáján nincs az elsők között Fidesz. Ez egy vona interpellációra azt mondta egyébként. Szóval nem tudom, de erre határozottan hát, mondta, hogy addig neki ne is beszéljenek. Itt tartunk, hogy a konok vonát idéz. Na? Igen, most, hogy mondod, egy kicsit gázos. De lenni rosszabb a helyzet, mert ugye legutóbb egyet is értettek. Igen, de igen. Idézni az végül. Jó, Orbánt idéztem. Az sem. Nem, igazából passz, mert nem tudom, ehhez még érdemes elolvasni. A HVG valamelyik számában volt most a Takarékban vezérigazgatójának egy nyilatkozata. Van az a Portré című rovata a HVG-nek ott a végén. Ha olvassátok el, szóval beszarás az egész történet. Jó, tehát felcsúti ismerős, aki egyébként nagyon élénk és hihetetlen gazdag pénzügyi múlttal, úgy különben a Takarékban vezérigazgatójaként ilyen aláíróvá avanzsál, és egyébként van olyan sötét, hogy adj egy ilyen interjút. Én erre csak tényleg mindig azt gondolom, ha a közönség kívánsága, ha egyébként szívni akarunk, hát akkor szívjunk, és én ezzel szemben csak annyit tudok tenni, hogy elmondom, hogy gondolok erről a históriáról. És az egyébként, hogy persze ki milyen listán, hanyadik helyen áll, biztos vagyok benne egyébként, hogy vannak nála gazdagabb emberek is ebben az országban. Ezekre a listákra azért úgy szoktak fölkerülni, hogy azért ezek a magazinok először megkérdezik, hogy fölkerülhetsz-e. Igen, de azért nem biztos, hogy vannak gazdag. De nem, ezzel nem bagatelizálni akartam. Nem, egyébként nem biztos, hogy vannak gazdag emberek, de egyébként képzeljék el, micsoda cinizmus kell ehhez, és micsoda filmvígjátékba illő jelenet az, igen, hogy amikor Orbán, tehát amikor Mészáros Lőrinc vagyonáról kérdezik Orbán Viktort, konkrétan ugye ez a vona volt, akkor Orbán Viktor vagyonáról kérdezi, igen. Az érintettet, mert hát mindenki tudja, hogy Mészáros Lőrinc vagyona, az nem a saját vagyona. Mint ahogy már... Nem, ez csak az irigy magyarok tudják. Ez csak az irigy. Mint ahogy már ugye több, mint pletyka, erről kiszivárgott hangfelvétel, hogy Orbán Ráhel és Mészáros, nem tudom kicsoda, a kislány, már összevesztek valamelyik hungesztszálon, hogy nehogy már azt gondolt, hogy ez a tied. Mondja Orbán Ráhel, hogy ez nekem jár a gyerekkorom miatt. Jó, ebben az ugye, a... most ebben nem menjünk bele, mert a gyerekeket ne vonjuk bele, mert ez egyre gusztustalanabb. Már én magamat is szégyelem. De micsoda cinizmus kell, és akkor Orbán Viktor föláll, és azt mondja, hogy ne baszogassák már őt azzal, hogy fideszesek, hogy gazdagodnak, mert az első nem tudom én hány magyar között, leggazdagabb magyar között nincsen fideszes vállalkozó. És félig meddig igaza van, mert úgy
tette volna fel a vonal kérdést, hogy a villámgyors utolsó nem tudom hány év villámgyors meggazdagodásában hány a fideszes vállalkozó, az lett volna az igazán autentikus. Egyébként ugye 2015 és 2018 között Mészáros Lőrinc vagyona is meg sokszorozódott. Ilyen világban élni, azt hittem komolyan mondom régen, amikor néztem ilyen latin-amerikai filmeket, talán van olyan korosztályom, aki 70-es években néztünk ilyen filmeket, és mondtuk, hát ott ilyen van biztos, de hát itt nálunk, hál' Istennek ilyen jó embernek ennek tényleg az is előnye, hogy igazából nem nevezhetjük fideszes vállalkozónak sem, Stroman, az világos, de hogy ő nem politika. Ez már rég nem politika, ez már messze túl van a politikán. Ez amiről már sokszor volt szó, hogy itt a korrupció már nem korrupció, hanem rendszer szintű történet. Mészáros Lőrinc a rendszer egyik integráns része, valóban egy ilyen kihelyezett tőkezsák. Ez viszont muris, hogy összeveszett a Ráhel így a gyerekkorában ez a kedvenc szállodája volt? Az az igazság, hogy itt igazából az a kérdés, hogy vajon ezt miért nyeri le a magyar társadalom? Mert ez különösebb sajtó se kell. Látszik. Tehát ugye valahogy elintézi mindig a kormány propaganda azzal, hogy kérem tisztelettel, nincsenek hogy ugye nincs vádemelés, mindig ez szokott visszajönni, különösképpen a propaganda sajtó részéről, meg hogyha valami ellenzéki politikus kérdez, hát miről beszél, hiszen nincsenek vizsgálatok. A kérdés az, hogy van ennek történelmi oka, mitől van ez az egyáltalán, ez az elképesztő közömbösség? Tényleg igaz-e az az állítás, hogy végül is a magyar társadalom már, ha úgy tetszik, történetileg megszokta, hogy az elitje gazember, és sose volt. Tehát egyszerűen nincs hozzászokva, és tudomásul veszi, és mindenkiről arra gondol. Bár ezek a közhelyeket egyébként az én drága Péter barátom is szoktak tolni, ugye, hogy a politikusok mind hazug, a politikusok mind rohadék, a politikusok mind hazug, az mind aljas, motiválatlan. Tető, aki csak a motiválatlan, hatalom. Motiválatlan, az soha nem mondom. Csak a hatalom és lóvé érdekli, de csak erre azt mondta, hogy egyébként. És az egész magyar politika arról szól, hogy a különböző riválisok a másik erkölcsi integritását megkérdőjelezik. Eltelt 30 év, mindenki hazudik, mindenki rohadék, tehát most miért is lázadnánk? Szerintem valahol itt van ennek az egész históriának a gyökere. Túl azon egyébként, amit én tényleg hódkomolyan gondolok, hogy az egyik legsúlyosabb vétség, amit elkövetett annak idején a rendszerváltó elit, és ez tényleg vétség. Hogy az egész abban fogant, hogy az a többpártrendszer olcsóbb lesz, mint az egypártrendszer. Az egész történet az elejétől kezdve arról szólt, hogy a politika az nem kerül pénzbe. Innentől kezdve egyébként mindenki, bárkitől meg lehet kérdezni. Most komolyan mondom, nem ismerek olyan politikai szereplőt ma ebben az országban, akit ha komolyan megkérdeznek arról, hogy egyébként miből finanszírozza a politikáját, iszonyú nagy zavarba lenne. Iszonyú nagy zavarba lenne. Ától Z-ig. Azért... Maradjunk csöndbe. Hát azért én itt reagálni és annyi arra, amit mondtál. Hát nyugodtan reagálj. Ugye erre, hogy a magyar... Én is tátott szájjal nézem a magyar társadalom viselkedését. Sőt, most már én átbillentem, most már nem is tátott szájjal nézem, én most már tényleg azt mondom, hogy én szerintem, hogyha Orbán Viktor élő adásba, valamelyik reggeli műsorban felszeretelne egy csecsemőt, akkor se történne, másnap esetleg 1,5%-ot zuhanna a Fidesz, de 2 nap múlva 1%-kal jobban állnának, mert megmagyaráznák, hogy ezt is biztos a Soros intézte el, és az ott valójában nem is Orbán Viktor, és ezt tolná a teljes média. Jó, ez egy fontos megjegyzés. Ez most egy vicc, nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy persze ez a magyar társadalomban abból van, hogy ugye a szocializmusból jött ez a magyar társadalom, ott szocializálódott legnagyobb részt, ahol mindenki tudta, hogy a másik hazudik, és az egész rendszer hazugságra épült, és akkor jött Horn Gyula, 4 évvel a rendszerváltozás után visszakerült a volt pufajkás, akin számon kérték a pufajkás múltját, és akkor azt hittük, hogy összeomlik most minden, Horn Gyula ledobja magáról a mikrofont, elvonul, és szégyenében elbujkál, mert nem lehet Magyarország miniszterelnöke egy volt pufajkás, és erre Horn Gyula mit mondott? Azt mondta, hogy na és? Emlékeznek? Hát akkor ne csodálkozzunk, hogyha, és itt indult el, ezután jött a Gyurcsány Ferenc, mi az, hogy nagyon is-e, ezután jött az, hogy a másik miniszterelnök besúgó volt, deklaráltan. Sanyi közben válaszolt egyébként, azt mondta, hogy lófaszt.
Ezzel nehéz vitatkozni. Ez az az érvrendszer, amiben az alával sem. Igen, azért gondoltam, mindenképpen mentsük meg az utókor. Köszönöm, hogy gyurcsányozom, nem arról van szó, de azért a Kornyulára visszavezetni azt az ősbűnt, hogy milyen a magyar társadalom, az szerintem egy kicsit erős. Ezek mindig inger küszöbök. Ez egy nagyon hosszú szocializáció, mert persze ezerszer elmondtuk azt már, és minden alkalommal elmondjuk, hogy igen, egy normális országban, ugye feltételezünk egy normális országot, már pusztán a gyanú, hogy valaki azért gazdagszik, mert a miniszterelnök barátja, iskolatársa, ő volt az osztályfőnöke, az a miniszterelnök és a kormány bukásához vezetne. Erre azért látunk példákat más jellegű országokból. Kelet-Európára ez most per pillanat nem annyira jellemző, itt azért mindig ilyen bosszú hadjáratok ugyan vannak, nálunk még az se volt, hogy ilyen nagy bukások után az előző politikai garnitúra börtönbe megy, de az is egy ilyen sóelem, de hát valamilyen módon ez a társadalom azért hosszabban szocializálódott, így még csak nem is azt hiszem, hogy nagy részt egyébként persze a szocializmus és a szocializmus átmentése, tehát ahol valóban egyrészt ez a nem is dupla gondol, azt, hogy tudjuk, hogy hazudnak, hanem hogy ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők hazudnak, és mindenki tud, és mégis eljátszotta a társadalom ezt a játékot. De ez megvolt azért már korábban is. Tehát ez, a múltkor egyébként beszéltünk valamilyenről, hogy ez mennyire vethető vissza, vagy vezethető vissza egyfajta sajátos kelet-európai, nem is tudom, demokrácia felfogásban, ami egyébként oda vezetett, hogy egyrészt ugye valóban volt egy ilyen, hogy a politika tulajdonképpen másodrendű rendszerváltás környékén, miközben szépen mindenki vitte az ezüstkanalakat, annak alapján, hogy milyen ismeretségi kapcsolatrendszerei, pártkötődései és a felbomló párton beli haverjai, ismerősei és rokonai voltak. Tehát eleve az új vagyonok, az új eredeti tőkefelhalmozás tulajdonképpen a réginek valamiféle átmentését adta. Másrészt pedig pont azért, mert valahogy így viszonyult hozzá ez az ország, itt soha nem volt egy igazi parlamentáris demokráciánk, hanem ezek a frakció és egyéb harcok voltak. Valójában mindig elsikkadt az osztozkodás, és itt jön be az, amit szerintem én közhelyesen mondok, sajnos ez egy létező közhely. Itt jön be az, hogy itt a politikusok nem játszották el azt a szerepet, amit egyébként sok helyen eljátszanak, hanem valójában tényleg mi, mint közönség, alapvetően mindig azt láttuk, hogy itt nem étoszok csapnak össze, meg nem illúziók csapnak össze, meg nem víziók csapnak össze, politikai programok, hanem itt mindenki beszekszik a koncon. Jó, az a fontos, azért persze ez nálunk elég régen zajló történet, és azért mi azt hiszem, hogy elég messzire is jutottunk ebben a tekintetben, hogy ide kezdjünk a tárgynál maradni. Én egyrészt az előbb a korrupcióról beszéltem. Hogy ez hogy? Ez hogy nyeli le? Ez a világügyetem most erre azt mondja, hogy Kádár rendszer. És szeretnének emlékeztetni, te tényleg egy művelt fiatalember vagy, hozzám képest különösképpen, mert én nyugger vagyok, hogy a Csémadé a rakonokat elég régen írták. És ha úgy tetszik, ugyanabban a világban élünk ebben, nem hogy ugyanabban, hogy ez a világ épül újjá. Ehhez képest egyébként a Kádár rendszer sok szempontból maga volt a puritanizmus. Bármilyen furcsán is hangzik. Bocsáss meg, ugye most a mai elmúlt 2-3 napban idézte ide néhány lap, hogy azért mondjuk a tüntetőkről a Grósz ott a végén már azért sokkal higgadtabban beszélt, mint az újkori Orbán a mostani szituációban, meg egyáltalán. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy abban a körben én sose voltam Gyurcsány Ferencnek nagy híve, azon kívül a Hornyula mentségére annyit mondjak, hogy amikor ő azt mondta, hogy na és, akkor ezt már mindenki régen tudta. Ez a parlament, de most ezt tegyük félre, mert egyébként szintén lehet ez egy téma. Tehát annak a kérdése, hogy mi van akkor, amikor egy rendszerváltás úgy zajlik le, vértelenül, mert az ancien rezsim és az új politikai erők kiegyeznek egymással. Most ilyeneket előadni 30 évvel azután, hogy hát lehettünk volna keményebbek, hát azért eléggé furcsa egyébként a mai kor gyermekeitől, az egyik, a másik, hogy megérte volna-e, térek vissza megint, az a forradalom túl, azon egyébként, hogy a nagy francia forradalom óta pontosan tudjuk, hogy attól még, hogy Mária Antoinette meg a 16. Lajos fejét, szegényekét levágták, meg, de attól azért a forradalom áldozatai mind a csórók voltak, és az ancien rezsim mindig túléli. Sanyi, és most is az Orbán ancien rezsimje is. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, majd emlékezzen, egy jelentős része túl fogja élni, és majd fogjátok hallgatni, meg hallani, hogy ők egyébként hogy bomlasztották a rendszert már az első pillanatokat. Belülről és bomlasztották. Így van, mint az állat, igen. Ez az egyik dolog, de hogy maradjunk a tárgynál. Engem ebben a történetben mondjuk például leginkább még mindenkinél jobban az zavar, hogy mondjuk egy Lánci András intellektusú ember azt mondja, hogy hát, de hát ez a Corvinus Egyetem rektora,
hogy az, hogy amit az ellenzék korrupciónak nevez meg, amit mindannyian megért, tudjuk, hogy az az, és egyébként persze mögött személyes döntések vannak, mert lehet egyébként lopni. Tehát amikor az ember annak a kísértésnek ki van télve, hogy most lopjon-e vagy nem, az nem egy szofisztikált kérdés. Vagy lopok, vagy nem lopok. És Lánci András sem az intellektusa miatt lett a Corvinus Egyetemre. Na de hát azért jó, de jó. Azért. Na de hát ne haragudj, azért mégiscsak Corvinus Egyetem rektor, és azt mondja, hogy ez a Fidesz. Na, de akarjátok tudni, mit gondolnak a fideszesek erről a kérdésről? Hát, egyébként mi volt a kérdés? Mindegy, valamilyen kérdést, amit gondolok. Nem, hát ott egy mészáros féle gazdagodás. Mert hogy én most tanába átmentem ilyen politikai buddhistába, és próbálom... Nem mit jelent? Hogy itt tudok mellette. Egyrészt az, hát, hogy, meg az a más, igen. Hogy már nem azon a gyalog, hogy a fenébe lehet ilyen hülyeségeket elhinni, meg hogy a fenébe nézik el ezeket a dolgokat, nem próbálom megérteni, hogy miért történik. És ez sokkal nehezebb, meg izgalmasabb. Hát és örülök, hogy mondtad, hogy ezt kell csinálni. Igen, tényleg nagy élvezettel. Hát tudom, hogy te azt gondolod, hogy ezt csinálod, de én ezt is csinálom. És hogy ugye nekem van sok fideszes ismerősöm a múltam miatt, meg a jelenem miatt, de inkább a múltam miatt. És hogy megkérdeztem tőlük, hogy nem zavaró-e azért ez a kis rekordgazdagodás, és nagyon logikus válaszok vannak. Nem. Azért nem zavaró, mert nagyon, nagyon sokan visszagondolnak a rendszerváltás utáni zűrzavarra, amit Péter is említett, és azt mondják, hogy mi tökre emlékszünk, hogy a mi kis régiónkban megjelentek a multik, felvásárolták a cégeket, aztán bezárták őket, és itt maradtak a nyomorult települések és? Munkahely nélkül, és végre ez egy magyar ember, magyar kézben van a vagyon, oké, csinált nekik. Ezeket milyen fideszes barátaid vannak itt a kedvezményezetekről beszélni? Na, hát vagy a nagyon hülyékről. Nekem kiváló. Nem. Pista, nem, most komolyan. Nem. Ez egy teljesen bevett magyarázat az, hogy végre magyar kézben van. Egyébként ráadásul nekem még azt is tudják mondani, hogy egyébként amikor Simicska nyert mindent, akkor miért nem dumáltál. De itt csak az Orbán Viktor a szavait büfögik vissza. Hát ő mondta azt, hogy valamelyik képviselőnek, hogy miért zavarja de azt, hogy végre magyar kézben van. Emlékezne ezt a parlamentben mondta. Több ennél, mint hogy vissza, mert azért van benne valami. De én csak kérdezem, van egy olyan szó. Benne van a szekértábor logika, és az benne abszolút. Van az, annak törzsi logika. Meg a protestáns etika is benne van egyébként, ugye, hát könyörgöm, hát megadták neki, ügyes ember volt, jó helyen volt, hát megérdemli. És várjál csak annyi, hogyha a bárki hajlamos, tehát mondhatjuk azt, hogy ezek nagyon hülye emberek, akik ezt mondják. De azért egy kicsit, most nem akarok én lenni, akkor itt a buddhista, hogy önvizsgálatot tartsunk ilyen értelemben, de az ember hajlamos arra, hogy neki politikailag, vagy bármilyen szempontból viszonylag szimpatikus, vagy valamilyen szempontból megfelelő garnitúra, hát lopik, úgy, mert szokott mindegyik, akkor ezt olyan elnézőbben kezeljük. Emlékszem arról, hogy nagyon rövid történet, amikor nekem egy akkor viszonylag magas szintű MSZP-s ismerősöm elmondta, hogy amikor nagyon úgy nézett ki, hogy ugye... Sanyi volt. Nem. Egyébként nem, akkor nem mutogatnék rá állandó. Teljesen mindegy ki volt egyébként. Amikor ugye az volt, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy a Fidesznek áll a zászló, aztán olyan 11 óra fele elkezdett kiderülni, hogy mégis ugye Medgyessy Péter lesz a valószínűleg a befutó, és akkor ők ott ültek akkor még köztársaság térnek nevezett második János Pápa téren a székházban, és olyan 11 óra körül elkezdtek érkezni a terepjárók, és akkor ez az egyébként viszonylag idealista MSZP-s ismerős, amit kérdezte ott valamelyik másik főmezet, te ezek kik? Ők a pártközeli vállalkozók, mondta. És azon a csoportképen egy mafiózó is fölkerült, ami azon az éjszakán készült ott az MSZP székházban. Egy olyan szintű mafiózó, akiről ugye a Pest éjszakában mindenki tudta, hogy ő konkrétan emberüléssel foglalkozik, ott vigyorgott. Egyébként nem arról van szó, és most nem okoskodni akarok, mert már unom magam ebben, de tényleg nem arról van szó, hogy egyszerűen ugye a szocializmus belevert az emberek erkölcsébe, vagy erkölcstelenségébe azt, hogy a közösből lopni, az úgy oké. Okay. Tehát ugyanazok az emberek, akik egyébként egy kiflit nem vennének el a közértben, nem vinne őket rá a semmilyen élethelyzet, hogy elemeljen egy kiflit, az így legyint arra, hogyha a közösből lopnak nagyokat. És ugye itt most már nem is az van, hogy kiviszik a szenet a széngyárból, és leöntik az udvaron, hanem most már valahogy számára még felfoghatatlanabbul van ez az egész, mert ugye ő azt már nem is nézi, mert nem is érdekli egyrészt a törzsi logika miatt, és ugye ez úgy van, hogy túlárazunk valamit, és mindig ugyanannak odaadjuk megvalósításra. És aztán ő abból visszahozt. Ennyi.
Hát ebben egyébként szerintem sok igazság van, tehát ez nem, biztos nem lehet mindent visszavezetni a Kádárkorra, de speciál ez a tiéd a gyár magadnak viszed haza étosza, ez benne, hát ővé a gyár, hát vigye haza, szóval ez valóban valószínűleg magasabb az inger küszöbünk ezzel szemben. Meg nem értjük, hát ki a franc érti az, hogy 513 milliárd? 383, teljesen mindegy egyébként. Ennyire nem értetted, hát, hogy ők a számítani. Szóval ez igen, matek igen. Az jutott eszembe, hogy amikor Sátoraljóújhelyen megjelent a valamelyik francia cigaretta gyártó, és akkor tényleg ez a közös, hogy és elkezdtek Goloise gyártani, talpast, ami nagyon erős cigi, és az egész város köhögött. Krákogos település. Cigaretta volt, nem mellékesen. Nem vagy engem. Na, akkor következő témán. Csak hülyen érzem magam, én tényleg nem szeretnék itt, de hát azért szótól nem mehetek el emellett, amit a Sanyi is előadott ebben az ügyben. Szóval igen, a 80-as éveknek volt egy olyan logikája, ahol ugye menekült, ha úgy tetszik, az volt az étosz. Sárkozik Tamás volt ennek az egyik nagy mester, ugye jöttek a VGMK-k, meg a TS melléküzemágok, meg nem tudom micsoda, aminek a logikája nagyjából az volt, hogy ugye az állami tulajdonban lévő vagyonelemek, tulajdoni elemek, eszközök, mondjuk a föld tulajdonnak egy része, ha úgy tetszik, használatban, bérben, oda volt adva, hát nem örökbérletben, meg nem tulajdonban, meg nem tudom micsodában. A profit, ami ottan keletkezett, igazából azon osztozkodott az állam, meg az, aki ottan végezte a munkáját. Majd ennek egy jelentős részét az a menedzsment, aki egyébként tudta kezelni, ugye a rendszerváltás után elvitte. De azért, és ezt nem akarom én mentegetni, nem volt kitalálva ilyen szempontból, hogy én többé-kevésbé outsiderként ott ültem a kerekasztal gazdasági oldalán is, meg a szakszervezeti képviseletében, és nekem az volt az első pillanatok kezdve a nagy kérdés, hogy hogy keletkezik a piacgazdaságban. Tehát az, hogy az alkotmányban kírjuk, hogy szociális piacgazdaság nagyon szép, ugye, és ezt szépen meg lehet csinálni, és ki lehet nyomtatni. De hogy fog keletkezni a kapitalista? A tőkés. Ki fogja világra hozni? Hogy fog megszületni? Ki lesz az? És egy őrült tőkehiányos és lepusztuló gazdaságról volt szó. És nyilván nem tudunk ennek a részleteiben belemenni, de Pistike, nézd meg a Magyar Agráriumot, jó? Ahogy egyébként munkát ad. Ahogy munkát ad a magyar fasz a kis földes úr a népeknek, öregem. Nézd meg ezt a monokultúrát. Hát ez aztán tényleg tele van. Annyi munkahelyet adnak, hogy az ember tényleg összeszarja magát. Töménytelen. Nem engem kell meggyőzni, csak én azt... Jó, csak azt mondom. Hát most biztatlak arra, hogy kérdezz vissza. Sokszor belecsúszunk... Ó, hát visszakérdezek. Tehát, hogy sokszor azt hiszem, hogy belecsúszunk sokszor olyanba, hogy már mindent rossznak látunk. Hát Péter, te aztán ezt jól csinálod. Tehát, hogy... De tényleg, és tényleg, hogy, és tényleg. Abszolút. Hogy már tele minden rossz, és akkor az egy, szerintem lesz egy nagy feszültség, vagy van egy nagy feszültség mondjuk köztünk, meg a népnek azon a része között, aki meg nem éli meg ezt, hogy minden rossz lenne. Tehát ő nem is ezt mondja, te miért mondod azt, hogy vállalod? Te egyszerűen anarchista vagy, dehogy is. Utálod az elitet pont, ez nem azt jelenti egyébként, hogy minden rossz. Na jó, nem, a sör jó, bár hogyha nem rontják el. Na, ne haragudj. Nem, nagyon fontos a fogalmakat tisztálni. A Péter anarchista, utálja az elitet, pont. Ez nem azt jelenti, hogy minden rossz. Na, hát ritkán nem. Sikerült az elmúlt három év során olyan fideszes kormánydöntésről beszélni, aminek bármilyen szintű pozitívumát meglátta volna. Na, ezt így de bármilyen kormány lenne. Nem, én ettől tényleg tartok. Én ezt, hogy már annyira minden ellen védekezünk és mindent rossznak látunk, hogy olyan, mintha két dimenzióban léteznék nagyon sok ember, több millió emberrel szemben, és ezt szerintem az nem jó. Jó, de Pista, pont Mészáros Lőrinccel kapcsolatban nem lehet másképp látni. Nagy Imrét azt láthatjuk úgy, hogy na hát ez minden rossz, de ez van Mészáros Lőrinccel. Bocsáss meg, Pista, ennyiben a történetünk közt tartozik, már ne haragudj. Nem lehet úgy élni, hogy meg a hidak. Hát itt volt a Jeszenszky. Hát próbálj már szót váltani mondjuk egy neragitátorral. Még a kocsmában is baromi nehéz, különben ezek, amelyek te szociográfiákat csinálsz. Ez nem tudom, hogy a kocsmában jársz, nincsenek Jeszenszkik a kocsmában. Van fideszes, már láttam, de azért ekkora tirpán. Melyik Jeszenszky? Melyik Jeszenszky? Nem, hát itt volt. Dehogy is. A fekvő támaszos. Ne zavarjál már össze. A fekvő támaszos Jeszenszky. Lemaradtam valamiről, ilyenkor mindig úgy megijedek. Volt délelőtt egy hír, amit nem vettem észre. Nem, semmi nem volt. Jó, oké. Okay. Hát ez egy hülye gyerek. Hát most... Na, nem már, nem. Nem az öreg. De nem. Szerintem... De tartatunk ilyen két perc gyűlöletet, de mondjuk sok értelme. Jó.
Ne. Jó, az egy nem volt sikeres, de annak meg volt, hogy a... Azért az eufemizmusaidat nagyon szerettem. Jó, de meg voltak a személyes okai is. Azért azt tegyük hozzá, hogy az a műsor, az úgy készült, hogy előtte mondjuk te egy nagyon pindurkát meg voltál támadva általuk. Igen, mert azt csináltam, hogy Orbán Viktor. Jó, mondtam, hogy erről beszéljünk már, bocsika. Hát azért mekkora királyság, amikor a hatalom kitörve, mint a déli busz tarhál. Hát szarrá égették, próbálták a Pétert, meg egyáltalán az, hogy hát ugye mi rohadék tarhálósok vagyunk. Hát azért ez a világ vicce, nem? Hát ez egy nagy tarhálós veszélye most tulajdonképpen. Azért ezt ne felejtsük el, és olyan hülyék vagyunk. De most komolyan egyébként még ráadásul ez nem először fordul elő, és én ma ezen több ízben borotválkozás közben is eszem, hogy lehettem akkora barom, hogy amikor ez a vita zajlott, hát már azelőtt is volt ilyen, hogy kéregettek lóvét hatalomból. Ja. Hát jövő héten ugyanitt az kormánytagjai fognak előre. Jó, egyébként azt elmondom. Tekintettel arra a tényre, hogy némi tapasztalatom van pártszervezés kapcsán, hogy azt higgyék. A szervezés egy pár. Milyen tapasztalat? Több is volt, de minden. Jó, figyelj, de Sanyi, én nagyon kíméletes vagyok, mert föltehetek konkrét kérdéseket is a manapság zajló különböző politikai szervezkedésekkel kapcsolatban, de megígértem a családomnak, hogy kussolok. Tehát azt akartam mondani, hogy nem hülye az Orbán, és ez a tarhálás és ez a kéregetés, ez azért van, most éppen egyébként neveket és címeket gyűjtenek, hogy azokat a pénzeket ezeknek az embereknek a nevében, és rajtuk keresztül mossák most azokat a pénzeket, amiket azért be kell tolni a pártba. És emögé mind mögé kerül egy név, egy cím, egy telefonszám, és egy személyi szám. Ez nekem nem áll össze. Igen, ez nekem se állt össze. Mi nem áll össze? Olyan egyszerű, mint a vonatfügy. Bejön a pénz, és ugye egyrészt ők kértek egy listát arról, vannak jelentkezők, akik egyébként tartják egyébként is a Fidesz-szel a kapcsolatot. Most úgymond kérnek ajándékot, bevételt, támogatást. Eddig igen. Igen? Na most kérlek szépen, az már csak egy nagyon egyszerű technológiai művelet, hogy mit tudom én, te küldesz 10 forintot, és abból egyszer csak egyébként 500 ezer forintig lehet, azt hiszem, vagy most nem tudom pontosan, hogy van limitálva az egyéni támogatás, és akkor egyszer csak abból 500 ezer forint lesz az elszámolásban. Tehát küldök 100 forintot a Fidesznek, és kapok egy bányát, vagy hirtelen megérjük a nem, majd egy mosolyt. Nem, egy mosolyt. Nem, hát ezt a pénzt legalizálni kell. Ez nagyon, hát nem tudom, szerintem csak annyi. Jézus Isten, hogy ennyire fantáziátlanok vagytok ezben egészen, mert jól látszik egyébként, hogy döntően lelki gyakorlatok végzésében vagy. Nem, csak szerintem ez egy ilyen tricc valóban. Nem, hát így működik már. Szerintem arról szól ez a történet, hogy még egyszer odavertem az órámat az a fényhez, hogy... Mozgatják hogy, különben nyilván a nem, bázist. Hát, hogy nyilván többet fognak költeni az európai parlamenti választáson, sokszorosan annak, mint a törvényileg. Igen. És akkor azt fogják tudni mondani, hogy nekünk honnan volt erre pénzünk, hát a lelkes támogatás. Hát ezt mondtam el, ennek mondtam el a technológiát. Ja, nem de nem, ilyen egyszerűen zajlik. De nem, így zajlik. Hát ez ilyen egyszerűen zajlik. Ezt mindenki tudja, ezt a polgári körös időkben gyűjtötték be ezt a... Adatbázis. Ne, figyelj ide, ez a történet azóta zajlik, amióta, és ennyiben hagyd legyek a barátommal analista, amióta kitalálta a rendszerváltó elit, hogy a több pártrendszer olcsóbb lesz, mint az egy pártrendszer, és egyébként olyan szabályokat hozott, amelyek betarthatatlanok, ezért egyébként címlisták kellenek, hogy a feketén betolt pénz, ami egyébként sokkal kevesebb, mint amennyit pártlogóval elvisznek, tehát azért szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy jellemzően a jó magyar ember, hogy a sárgyék. Nem, de keveset fognak kapni, persze. Igen, de azért ez arról szól, hogy ezek a pénzek legalizálva legyenek, és ezek az emberek, ezek ennek az eszközei túl azon, hogy természetesen a bocsokkal foglalkozni kell. Na, már jól megbuknak egy árszvizsgálaton, majd figyeld meg. Na most ellepülés. Ja, figyelszik. Jó van, nagyon-nagyon megy az időnk, nem, nincs még vége, meg már szeretnék, nem hogyha hanem a közönség is majd kérdezne, hogyha szeretne. Akkor ezt átugorjuk, és akkor maradna az, hogy fog indulni szerintetek a jövő esztendő. Ugye hétfőn, sokan abban bíztak, hogy azt gondolták, hogy évvégén leáll majd ez a hirtelen szinte semmiből lett tüntetési hullám, de úgy tűnik, hogy nem akar leállni. Mindjárt az első az Orbán Viktornak a lakásavató bulija lesz a várban.
ami úgy van meghirdett, és aztán utána Gödöllőn is, Pécsett is lesz tüntetés. Tehát, hogy ráadásul nem, azt hagyjam, hogy Budapesten nem szűnik meg. Már Gödöllői várba is beköltözik, vagy kastélybe? Meg a Pécsibe is, igen. Szóval, hogy mit várunk ettől, hogy akkor megy tovább, lesz valami lendület. Sokat beszéltünk már erről. Ugye arra jutottunk legtöbbször, hogy egy általános sztrájk az, ami esetleg... De hát hogy a szakszervezetek próbálkoznak azért most már, minthogyha időnként sztrájkról is beszélnének, illetve összeült ez az egyeztető történet, és abból elvileg egy ilyen nagyon visszafogott sztrájk felhívás van. Itt azért, amit én hangsúlyoznék, hogy nem kell szakszervezetnek lenni ahhoz, hogy sztrájkoljunk, mindenki sztrájkolhat. És én nagyon remélem, hát ugye elvileg azért voltak követelések. Most nem is az öt pontról beszélek, hanem tényleg alapvetően ennek a, mondom, szerintem helytelő rabszolgatörvénynek nevezett ilyen neoliberális kartyvasznak a bevezetése, meg hogy igazából azért ezeknek a tüntetéseknek valójában az a követelése, kimondva vagy kimondatlan, hogy takarodjanak ezek a büdös picsába. És hát ez a finoman szóval nem valósult meg. Hát ha nem valósult meg, tehát nem vált a dolog okafogyottá, akkor azért én őszintén remélem, hogy ennek lesz folytatása. Egy kicsit igen, az olyan fura, hogy ilyen pihenünk egy kicsit ünnepekkor, meg ezért szilveszter van, bár a szilveszter tökéletesen alkalmas egyébként a karneváli jellege miatt arra, hogy ez milyen frajdi a szólás, miatt arra, hogy tüntetésé váljon, igen, és folytatódjanak. Én nem tudom, csak azt tudom mondani, hogy mit szeretnék, mert én első másnapos leszek, de másnap már szeretném, hogyha így tüntetések lennének, és... Te aznapos szoktál lenni első? Másnap leszel aznapos, értem. Az egy nagyon rossz érzés egyébként. Ó, annál nincs rossz érzés egyébként, és ne legyen az ország másnapos viszont. Sanyi? Nem tudom, tehát majd utólag elmondom, hogy mi történt. Ez az egyik dolog, de ilyenkor mostanában muszáj elmondanom, hogy hát ahogy ezt Móriczka elképzelni, meg az anarchisták, bár a Péter azért a munkásmozgalomban járatos, szóval a szakszervezeteknél a sztrájk kezdeményezés, ez nem úgy van. Már 100 éve nem úgy van, hogy fogja magát egyébként nem is túl karizmatikus vezető, meg egy szakszervezet. Jaj, te is olyan finom vagy néha. Igen. Nem is túl karizmatikus. Akiket egyébként szénné aláztak az elmúlt 30 évben. Az egész magyar közvélemény, az egész magyar politikai elit. Ha nem volt már kín köszörülni a nyelvét, akkor maradt a szakszervezet. A szakszervezet volt a magyar politikai elit segge régen 1990-től, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy igen, sztrájkot akkor lehet meghirdetni minden szakszervezetben, de a világon mindenütt úgy van, hogy ott bizony sajnos megelőzi az a kérdés, mintegy a tagság jelentős részének konkrét személyes nyilatkozata arról, hogy sztrájkolni fogunk. Sehol a világon nem úgy működik a szakszervezet, hogy bejelenti az elnök, mint egy ilyen pártnál, meg nem tudom micsodánál. Már hát egyébként különösképpen a sztrájk esetében elég hülyén néz ki, hogyha kiállok, hogy sztrájkoljunk, aztán nem jön utánam senki, és nem sztrájkol senki. És egyébként a sztrájknak általánosnak kell lenni, nem országosnak, nem azért, mert ez egy terminus technicus, ahogy ezt egyébként a Tamás Gáspár Miklós mondta, hanem azért, mert az általános sztrájkban definíció szerint benne van, hogy mindenki sztrájkol. Nem az országban sok helyen sztrájkolnak, hanem az égatta világon mindenki sztrájkol, és leáll az élet. Hát az a probléma, hogy a sztrájk törvény szerint a szakszervezetek ilyet viszont nem is hirdethetnek. Jó, de ezt most még kellett elárulni. Az Isten áll. Hát ez az a pont. Ebben én... Igen. Így van, tehát egyébként általán a sztrájkot Magyarországon nem lehet csinálni. De azt megint csak visszatok menni ebbe a buddhista állapotba, ezt ne felejtsétek, mert hogy azért nagyon nagy többség nem akar sztrájkolni. Én most meg elégedett, meg béremelés, meg három gyerek után. Na most figyelj, de mondok meg, erre most mondok neked. Békemenet indul. Egy dolgot szeretném hozzátenni, ha már szóba volt. Először is Pista, nem poénkedvér mondtam, vagy úton megmondom. Azért ezt a fene tudja. Ezt sose tudjuk. Ezek a dolgok nem így szoktak kezdődni. Én nem nyilatkoztam arról, ha nekem halvány fogva, őszintén szólva ez is nagyon meglepett. Hát ne viccelj, 10 000-ek léptek át az egész magyar ellenzéken így egy mozdulattal. Attól, hogy az ellenzék ott látszott az elején, az csak egyébként, hát hogy is mondjam, annak a szituációnak a felismerése, hogy amikor elkezdett vonulni a tömeg, akkor odaálltak eléje. Azért már bocsika. Tehát, figyelj ide, azoknak a vonulóknak egy túlnyomó többség azzal együtt, hogy én nagyon élveztem, hogy a Jobbikos zászlótól a Momentumos zászlóig, ott orva szájba voltak mindenféle zászlók, annak a közönségnek egy nagy része egyébként úgy, ahogy van, tesz, meg tett, és nem is az miatt mentek ki.
Mint ahogy annak idején se azért mentek, jöttek ki az emberek, amikor volt a két nagy százezes demonstráció, mert a pártok kihívták oda. Most a pártoknak annyival volt több köze ehhez a dologhoz, hogy kellő szituatív érzékkel a hölgyek, hála az égnek, bár hát mondjuk nem az ideálom egyik se, hogy már hogy ezeknek a hölgyeknek, akik megjelentek, hogy odaálltak a sor élére. Tehát tudnék én ne jobb csajokat is oda elképzelni. Hát a nőkhez nem értek, de az biztos. Jaj, Sanyi! Na, Sanyi! Nem tudom, melyikőtök volt a rosszabb. Sanyi! Borzalmas volt ez az utolsó egy perc, igen. Sanyi! Fogalmazzunk így, igen. Na, Sanyi! Sanyi! Próbáld meg! Én szkeptikus vagyok. Én szerintem már oda fog ez kifutni, amit a nagy emlékezetű mondott, hogy majd megunják és hazamennek. Nagyon félek tőle. Ugye most már szervezik a békemenetet, megint lesz majd Pataki Attila, Bajer Zsolttal, ha Patakit el nem viszik addig az UFO-k. De egy dologot gátat szabhat a Patakinak, bár van lóvé, a Pataki Attila tüntetése nagyon drága. Van nekem egy ismerősöm, aki konkrétan azt terjeszti a városban, de nagyon biztos forrásból merem állítani, mert hogy már tehát csak úgy nehogy jöttet. Figyelj, de amikor 2002-ben egy fellépés, egy ilyen kampány fellépésért 2002-ben kért 32 millió forintot. Azon én voltam a műsorvezető. A BS-ben volt még a coming out. Én nem tudom, én nem értem, én nem állítottam ilyeneket. Komolyan, én voltam. Lassan én sem értem. Ez a te kapcsolatban te mutatod be a playbacket? Ne, és ráadásul elment a Patakiék hangja az első szám közben, és akkor mondták, hogy menjél ki, mondjál valamit. Életem legkeményebb műsorvezető feladata volt, hogy ott elkezdett tombolni, mit tudom én, 10 000 eddás, elmegy a hang, és akkor menjél ki, mondjál valamit. És akkor a hülye gyerek oda kiment, ott 10 000 emberrel, és vicceket mesélte. Tényleg, ez az eredeti ötletem támad. Fel van a YouTube-on. Ebben az országban utoljára 85-ben volt 10 000 eddás összesen. Tehát. De akkor is tudtam, melyik oldalra kell okay. állni. Na, valamit még akkor? Itt a békemenet szóval, igen, meghirdetik a békemenetet, és akkor megint azt fogja tolni az összes médium, hogy micsoda egy akaratban van az ország, és hogy ezek a rohadt bolsik megint összefogtak a soros tudjuk kikkel, és akkor majd most nem hagyjuk a nemzetet, nem hagyjuk legyalázni az országot, mert önálló akaratunk van, meg az összes ilyen többi lúzunk, amire még mindig mennek. Tehát még a budai első, második, harmadik évet még mindig mozgunk. Nem, azért szerintem pont ez az érdekes, vajon, hogy meg tudják-e még szervezni azt a békemenetjüket, óriási pénzeket beleoldanak, hozzák a buszokkal. A pénz kérdése csak. Alapvetően pénzkérdése, azért ott kellene, és a lelkes nénik bácsi fiatalok. Nem kellenek, mert vidékről a polgármester egy olyan helyen, mint mondjuk én, nem állítom, hogy itt, de a Tahitófaluban simán megszervezi a polgármester, hogy oda menjen 10 busz. Pénz kérdése. Az csak azokból az emberekből, akik függenek tőlük. Sanyi, azért jön például békemenetre is, meg azért fizetelő Magyar Időkre is, mert hogy úgy gondolja, hogy nem fog ártani a karrierjének, amennyiben ő ilyen listákon rajta van. Hát sőt, ennél jobban mondok. Hol ezt villantja, hol ezt villantja. Mondok, vállalkozói körökben elterjedt, hogy bejegyzik a céget felcsútra. Nem vicc, ez most nem vicc. És micsoda jó ötlet. Bejegyzi felcsútra, mit lát az ember, aki bírálja el, vagy utána néz a cégnek, vagy bírál el valami egészen komoly pályázatot. De Sanyi a nagy Szovjetunió is összeomlott. Nem, ez, figyelj, de én őszintén komolyan mondom. Na ilyen sorsom van, még ha jó pofát akarok mondani, az se lehet. Figyelj, ez a felcsút nem rossz ötlet, ezen még filozom. De nem, tényleg ez így van, Péter így működik. Gondolom Péter felcsút. Biztos beveszik. A barát. Csak meggyőző arcot kell várni hozzá. Ez középszintig működik. Sokaknak nem túl népszerű, 1000 megfontolásból ez az O1G című izé. De ezzel, hogy ez megjelent, és megjelent a humor ebben az egész históriában, meg a performance, ez csak időkérdése, hogy össze fog dőlni, csak nagyon meg fogjuk szívni. Ja, meg mikor, mi? Nem, azért, hogy igen. És ebben igaza van a Sanyinak, tehát hogyha
az ember meghallja most már azt a szót, hogy Orbán, azért az hosszú évekig megrögzül abban, hogy lehet, hogy nem mondjuk itt tovább gondoljuk, hogy egy geci. Tehát és hogyha valaki így rögzül, kvázi akusztikailag az agyunkban, ez fontos. Egyébként ez tényleg kínos lesz, hogy, hát hogy ez a szimbólum ez megszületett, és ez valóban rá fog rakódni a miniszterelnök úrra, ez kétségtelen. Tehát ez most már így van. Tehát ez egy olyan fejezet. Hát kétségtelen, hogy kire gondolsz miniszterelnök a geciről majd, amit tök nehéz lesz tanítani. Tudod, lesz, mint a felvilágosítás volt a hetedikben, hogy mindenki otthon nézze meg. Mi is ez a szimbólum, és a tanár nem fog beszélni róla semmit. És akkor most jön az a pillanat, hogy az a rész, amikor ilyen előadásokon, meg konferenciákon, hogy a néma csönd szokott szétterülni, hogy akkor, hogyha van kérdés, felvetés, bármi, akkor örömmel. Nem készültél vicces, egymondatos és lezárással, az így ad magad. Az a vége. Ez most nem a miért. Mert te készültek. De hogy készültek, úgy utálom én is. Jobbikos lakossági fórumokon ilyenkor szokott a beépített fideszes fölpattanni. 3700-ért? Igen, és akkor ez nem, még többért. Nagyon komoly szűrőt alkalmaztunk. Vagy a komplett idióta. Tehát ugye mindig ketten jelentkeztek először a fideszes. Imádom, ahogy a közönséget így biztos. Nem erre gondolok, csak próbálom mondani. Na, ezek után jelentkezem. Nagyon jelentkezett, aki mondta, hogy Mona úr, küldt a számszélére az alumínium, mit fognak ez ellen csinálni? Akkor csináljuk azt, hogy... Mind kentrén. Jó, csináljuk azt ezek után, hogy a harmadik kérdése. Nyissuk meg a sort. Nekem igazából az lenne a kérdésem, így mindenki felé, ilyen szabad kérdés, hogy jó dolog, hogy most tüntetünk meg minden, és szerintem nagyon sokaknak ez a problémájuk az én korosztályomban, az ilyen 30-as korosztály, hogy mi lesz ezután? Tehát, hogy tök jó, hogy tüntetünk, tök jó, hogy így megmozdult a nép, de mi fog történni ezután? És itt most így felvázolnék egy, szerintem egy lehetséges megoldást, hogy mondjuk szerintem nagyon sok embernek szimpatikus lenne az, hogyha mondjuk egy szakértői kormány lenne megválasztva, és ők rendbe tennék azokat a demokratikus intézményeket, amik szükségesek egy államhoz, és utána lenne egy szabad választás, mert valószínűleg ezekkel a pártokkal és ezekkel az emberekkel, akik jelen pillanatban hatalmon vannak, ezekkel szerintem nem feltétlen megvalósítható az, hogy tovább haladjunk egy rendes, élhető ország felé. Én erre annyiban szeretnék először válaszolni, aztán, hogy szerintem az a legfontosabb, hogyha ez a tüntetés, amiben még egyszer mondok, én nem hiszek annyira, hogy sokáig kifug majd, bár így lenne, ha annyira földagadna, hogy ez elmenne egyfajta kormányváltó hangulatig, akkor, és már van kormányváltás, tehát kormányváltó hangulat, akkor utána lehet, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan tovább. De most még, ugye még az sincs. Tehát ugye még mindig a fideszes tömeg van ezzel az elképesztően igazságtalan választási törvénnyel a háta mögött. Még mindig a fideszes tömeg van. Tehát ahhoz, hogy ez megforduljon, ahhoz kormányváltó hangulat kell. Ezt nem tudtuk például mi 2018-ban megítélni, hogy van-e vagy nincsen. Hát nagyon nem volt. Ehhez ezek a tüntetések kellenek, hogy ez odáig dagadjon, hogy azt is meg tud szólítani, akit egyébként nem érdekel, mert látod, a Fidesz hatodik, ha szakad, a saját embereit el fogja vinni. És meg kell szólítani a többieket. Aki azt látja, hogy ott van egy óriási tömeg és tüntet a kormány ellen, a magyar ilyen, meg minden nép ilyen, akkor ő is beáll mögé. Szerintem ez baromira leegyszerűsítve, ez valami ilyesmi. Ez ilyenfajta erőviszony kérdés, tehát én is ebben egyetértek veled, hogyha odáig generalizálódik a dolog annyira általánossá, hogy tényleg egy által sztrájk van, egy folyamatos tüntetési hangulat van, hogy egyszerűen már világossá válik, hogy az erőviszonyok olyan irányba tolódtak, hogy ez a hatalom már nem tud megmaradni, akkor egyébként ez hatalom lövethet is, ezt nem tudjuk. Ez tényleg a sarokba szorított állat esete, már olyan értelemben, hogy ezeknek rengeteg vesztenivalójuk van, tulajdonképpen mindent elveszthetnek. Ez már rég túlnőtt azon a szituáció, hogy itt egy ilyen demokratikus intézmény és uralomváltás legyen. És akkor jöhet ez a kérdés. Tehát, hogy igazából szerintem most arról szól a történet, hogy igen tüntetni, igen generalizálni, igen általánossá tenni. Az lehet egy kiút egyébként egy adott szituációban, mert azzal én teljesen egyetértek, hogy a jelenlegi elit úgy, ahogy van kukába. Tehát, hogy így, mert hogy ezek már mindennek a NER-nek nevezett szisztémának a részei többé-kevésbé, és már
más és más funkcióval, hogy akkor persze lehet ez szakértői kormány. Egyébként volt ilyenre már példa, általában rosszul sül el, de csak azért, mert hogy mondjam, a szakértői kormányok is nagyon átpolitizáltak, de hogy egy kicsit ez azon a hidon akkor kell átmenni, és valahol pont ez egy erőssége szerintem egy ilyen tüntetési hullámnak, hogyha megnézzük, ami Franciaországban történik, hogy olyan jellegű konkrét követelések nincsenek, amivel ezt annyira be lehetne fogni, hiszen alapvetően az egész szisztéma romlottságában van ott is a probléma, bár vannak ugye gyakorlati követelések, itt is vannak ugye gyakorlati követelések, de ahogy mondtam, vagy legalábbis ahogy én látom, hogy bár ebben igazad van, hogy ez még nem az egész országon sosem fog kiterjedni, de nem egy irdatlan túlnyomő tömegre terjed ki ez a nem kormányváltó, hanem már rendszer vagy szisztémaváltó hangulat. De azt pont mivel nehezen megfogható a terelésre, és nehezen megfogható pártok, szakszervezetek, bármilyen hagyományos visszafogó erő kezében, ami egyébként látványra úgy néz ki, hogy minthogyha ennek a működtetésére szolgálna, ebből akármi is lehet, vagy semmi. Szerintem ez még egy hosszú út. Tehát annak szerintem örülni kell, és mindenféle cinizmus meg lebecsülés nélkül kell arra tekinteni, hogy hál' az égnek, ahhoz képest, hogy ennek a társadalomnak túlnyomó részt aktív szereplőinek egy jelentős része, hogy ilyen bonyolult körmondattal jöjjek, elment az országból. De hát ez most egy ilyen helyzet, ilyen hely, végül is ennek az integrációnak, ennek az uniónak számtalan előnye is van, rövid távon lehetnek hátránya, ez egyik ilyen hátránya, de hát ezeknek az embereknek egy jelentős része majd vissza is fog jönni, de most ez egy másik történet. Vagy a gyerekei vissza fognak jönni, hát itt Európában mozogni fognak a népek, az a rossz hírem van, hogy migráció mindig lesz, és belső migráció is. Ez a jövő ilyen szempontból, de nem is ez a lényeg, hanem azért itt még hosszú az út, mert én még nem látom azt a... Nem ismerem. Ott voltak az utcán. Valószínűleg egy csomó olyan ember volt ott az utcán. Most jöttük be, mentük be, akik a jövőnek azon politikusai lesznek, akik hitelesekké fognak válni, és nem fogják abba hagyni. Meg hát nyilván program értékű mondatok is kellenek, nem csak a rendszerrel kapcsolatos utálat kifejezése, de az, hogy nagyon sok érdeksérelem van, ami sokakat érdekel, ez a történet ezt jelzi, ez az egyik dolog. A másik ugye ez a história most az uniós választásokra fog fókuszálódni. Le van maradva egy kicsit az ellenzék, mert hogy az Orbánék állításaihoz képest azért nem telően bátor az uniós kampánya egyik izének se. Úgy halványan emlegetik, hogy azért az integrációnak meg az uniónak vannak előnyei, meg hogy egyébként talán a migráció káros hatásainak a veszteségeit az unió jobban tudja minimalizálni, mint mondjuk egy nemzetállam. Nem nagyon tudja érzékletesen előadni a politika azt, hogy ez a fajta bezárkózás nemhogy nem fogja egyébként megállítani és megmenteni, ha kell egyáltalán magát, ezt az országot sem. Attól, hogy rengeteg idegen éljen. Hát tessék elmenni, olyan jókat röhögök, itt megy ez a cirkusz, tessék elmenni itt a 8. kerületbe, itt is vannak már nógózónák, most nem abban az értelemben, hogy nem lehet bemenni, de hát nem lehet látni egy európait a környéken se, csak indiai világnál, mi perzsa, meg nem tudom, micsoda van. Ez nem baj, nehogy félrejtés legyen. Csak hogy az életet nem lehet megállítani. És ezt nem tudja kellő módon artikulálni. Tehát ez a kampány, ez valószínűleg, ezt így magunk között mondom, és nem hangulatrontásért, meg a depresszió iránti rajongásom miatt mondom, hogy nem biztos, hogy olyan baromi sikeres lesz, de nem kell, hogy senki se elkeserítsen. És utána még jönnek az Orbánék. Mert hogy ugye, ahogy Stumpf István és Pokol Béla annak idején megírt a választás után egy héttel, nem lesz egyszerű megszabadulni az Orbántól, mert szeretném elmondani, hogy itt lesz elnöki rendszer. És az Orbán baromi erős elnök lesz, mert megvan hozzá a kétharmada. Tehát lesz mivel itten küzdeni, az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy a szabadságért meg kell küzdeni. És kell hozzá intellektus, akarat, türelem, szorgalom, szervezkedési készség a hatalmon kívül, és ez mind, ha össze fog állni. Tudtam, hogy nem nekem tömegi. Való. Hát figyelj, öcseim, az a helyzet, hogy szakszervezet is, hát mitől van a szakszervezet? A szakszervezet az nem a izé, ezek a karizma nélküli, hogy hiákok, hanem tagok, tagdíj,
lóvé, sztrájk alap. Igen, azok gondolkodok, hogy most mi bajod van neked? Hát, hogy a tagdíj, már megint a szakszervezeti tagdíjhoz. Nem, igen, jó, figyelj, de muszáj, hát végre kell róla beszélni, hát ezért is van az ellenzék egyébként tökéletesen lemaradva. Most mi bajod van neked? Hogy már én is, végre én is elmondhatok dolgokat. De nem mondjál te velem, de most megfordult a helyzet. Én azt gondolom, hogy... Na mondjál már. Hogy nekem egy minimál program van a fejemben, csak az, hogy megtanul a társadalom egy része együttműködni, meg hogy megtapasztaljuk azt, hogy lehet a másikra számítani. Én nem érzek ilyen kormányváltó. Ez minimál program? Hát ahhoz képest, hogy majd holnap után fog zavaródni az Orbán kormány, ahhoz képest minimál program. Szerintem ez történik most, és ez nagyon fontos, és nekem volt egy ilyen személyes megvilágosodásom ebben az egészben. Én nem nagyon szeretem az erőszakot, nem is nagyon tudok vele mit kezdeni, és de pontosan tudom, hogy demonstrációk meg olyanok, amilyenek. De hogy arra kellett rájönnöm, amikor néztem ezeket a tüntetéseket, hogy majd amikor jön egy olyan ötlet, hogy például négy ember csak akkor ülhet le hangfelvételes és képfelvételes műsort készíteni, hogyha mind a négyen a sajtókamara tagjai, akkor ugyanezek az emberek, akik most ott vannak, itt-ottam-ott, ők fognak értünk is kiállni. Tehát, hogy ez, és nekem is ezt de így meg kell tanulnom. Hát azokra, akik egyáltalán hajlandók demonstrálni, akik hajlandók tüntetni, minket is ők fognak úgymond megvédeni, értünk is ők fognak kiállni, és ezt meg kell tanulni, hogy itt most ilyen mindenféle izén átívelő, ha már megint hidak, hogy ez a tömeg az mondom, amikor nem szereted az erőszakot, akkor egy kicsit zavaró tud lenni egy demonstráció. De ha érted, gyújtják meg a kukát. Az mindjárt más lesz, persze. És hogy tanul, a társadalom is tanul, meg én is tanulok, én, mint a társadalom része is tanulok. Szóval ez az együttműködést, meg az egymásra utaltságot tanulunk. Úgyhogy én a kérdésre válaszoltam. Tehát az lepett meg téged. Nem értem. Nem baj. Érthető volt, amit mond? Komolyan, és te elbizonyítanak. Csak a Sanyi nem érti. Az erőszak. Köszönöm szépen. Hát ilyen, ennyire erőszakmentes ritkán volt. Most ő nem azt mondta, hogy erőszakos volt. De nem értem, mit akar az erőszakkal, most ez hogy jött ide megint? Nem, és semmit nem akar. Hogy amikor a rendőrökkel húzakodik a társadalom, és ez mindig csak az előjáték ilyen szempontból, az nekem azért rossz ízű dolog, mert pontosan tudom, nem tudom pontosan, csak mondjuk hallottam azt, hogy abból a rendőr sorfalból, akik ott álltak, mondjuk a 40%-a januártól már nem lesz rendőr, mert olyan leszerelési hullám van a rendőrségen belül, amit most ilyen nagyon ostoba trükkökkel próbálnak elrejteni. És hogy néztem ezt az egészet, nagyon, hogy ott állnak ezek a szerencsétlen rendőrök, és hogy lehet, hogy nem is lesz rendőr két hét múlva. De most még nem teheti meg azt, hogy... Milyen gyakorlatuk lesz abban, és azt most nem vízből mondom, hogy egy rendőrsorfalal szemben hogy kell fellépni. Ja, abszolút jó lesz. Tehát és lehet, hogy januárban már ott lesznek. Átöltöznek tüntetni. Nem mi. Igen, azért Pista, ahhoz képest egyébként, tehát akkor ha ez már szóba került, ahhoz képest, hogy milyen most a gyülekezési törvény, egyébként a rendőrség elképesztően kulturált volt. Nagyon. És egyébként elképesztően kulturált volt a tüntető tömeg is. Oké, persze. Most szánkógyújtásostól, meg mindenestől. Amit én nem szeretek, nem félrejtés legyen. Na de ezt mondtam én is, hogy vannak bizonyos dolgok, de hogy szembe kell nézni azzal, hogy akkor is ez a tömeg fog megvédeni minket, akinek vannak szánkógyújtogatók. Most a rendőr tetszik, lenne a tömeg, most ebben a... Következő kérdés. Nekem tetszik a szánkógyújtogatás. Amit az előbb is előkerült már a tömegbelövetés, és ezzel kapcsolatban így lenne két felvetésem, hogy egyrészt ugye nem volt tömegbelövetés, tehát itt kicsit mi is elkezdjük konstruálni a valóságot, hogy ugye mi itt mind be akarjuk telepíteni az összes migránst Magyarországra, meg szétverjük a gazdaságot, és hát Orbánék is akkor lövetnének, pedig nem lövettek. A másik felvetés ezzel kapcsolatban pedig, hogy ez nem blokkol-e vissza, nem blokkol-e le rengeteg embert, hogy kijöjjön tüntetni, felemeljen a szavát, hogyha ebbe az áldozatpózba itten bele de csúszunk. Na, milyen rövid voltam? Ja, ez válasz volt. De. Hoppácsán. Kész. De azt hittük, beteg vagy. Nem értem az áldozatpóz alatt, most konkrétan mit értesz? Itt is az egész felkonf ugye azzal kezdődött, hogy mennyire itten gerilla harc folyik már a Magyar Hangnak a műsoraival kapcsolatban, és akkor itt ugye előkerült, hogy akkor most fognak-e lőni, hogy kit hogy nyomnak el, hogy kit mennyire nem szólalhat meg, és
nyilván mindenkinek változik, de én azt látom, hogy én tüntetettem 10 éve is, most sokkal profibb a rendőrség, és rengetegen pontosan azért nem jönnek ki, mert félnek. Mert azt hiszik, hogy félni kell, és amikor emberek azt hiszik, hogy félni kell, előbb-utóbb tényleg félni kell. Nem, és ez hogy... szerintem egy baromi érdekes konstrukció ezeknél a posztmodern diktatúráknál. Nálunk talán ez még jobban látszik, mint az oroszoknál, akikkel mindig példálozni akartunk, mert itt valahogy ügyesebben játszanak ezzel a látvány aspektussal, vagy spektákulum aspektussal, amiről szerintem részben beszélsz. Azzal, hogy elvileg van ugyan egy szabadságunk, ami nagyon, tulajdonképpen nagyon messzire terjed, hú, egyre szarabb a hangom, bocsánat. Igen, tüntethetünk, beszélhetünk, itt ülhetünk, még nem kell még a sajtókamarának sem tag. Mi a franc az a sajtókamara? Na, mi lesz? Itt van egyébként, ilyen önbeteljesítő jósolatokat mondhatunk, hogy esetleg majd ezek lövetni fognak, ezt pont én mondtam egyébként, és igen, történetileg én úgy látom, hogy ezek lövethetnek, még nem lövettek tényleg. Ugye mindig megvan az első pillanat. Ez nem feltétlenül egyébként mártirizálás ennek az egésznek. Valahol egyrészt az is, hiszen egyébként ők is arra játszanak, hogy mártirizáljuk magunkat, és ezáltal tulajdonképpen gyengítsük a saját energiáinkat, vagy szinergiáinkat és erőinket. Másrészt meg ugyanakkor egyfajta realitásnak is a felismerése annak, hogy amit engednek nekünk, most lehet, hogy egy kicsit ilyen nagyon ködös leszek, az tulajdonképpen nincs megengedve. Hogy amit csinálunk, az a törvények szerint legális, de valahol a rendszer szempontjából útelágazás már-már illegális, vagy legalábbis ez ellen hat, és nem tudhatjuk, hogy mikor billen át ez a szint. Mondjuk a mai magyar, én nem nevezném hibrid rendszernek, mert ez nem hibrid rendszer, ez tényleg egy posztmodern diktatúra, de ezen tök felesleges vitatkozni ez a terminológián, hogy mikor lendül át mondjuk nagyon finoman a putyini irányba, ahol elvileg ugyan még mindent ugyanígy szabad, gyakorlatilag már jelentősebb a megtorlás, ugye ott már érted őt az autó, bezárhatják a színházadat, elvihetnek egy blogbejegyzésért, ilyen nálunk még nem történt, lehet, hogy nem is fog. De folyamatosan ebben a bizonytalansági szituációban vagyunk tartva. Ez baromira szerintem nagyon rosszulhat egyébként arra, hogy mit merünk csinálni, mert félünk a rosszabbtól, csak hogyha nem csinálunk semmit, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel érjük el a rosszabbat, hiszen a rosszabbtól csak azt tartja őket vissza, hogy félnek attól, hogy mi csinálunk. Már nem mi itt négyen, meg mi itt 80-an, hanem úgy általában a társadalom. Azért ez állandóan egy ilyen nagyon-nagyon késélen folyó egyensúlyi játék szerintem. Én meg azt látom, gondolj vissza a 2006-os eseményekre, hogyha benne van a tömegben és benne van a közhangulatban a váltás iránti mindenféle igény, és azt érzi az átlagember, hogy én elmegyek bármeddig is, és benne van ez a hangulat, ami most szerintem még erősen hiányzik, akkor a végig gondolod 2006 őszét október 23-áig, ahol elképesztő sok rendőri durvaság volt, konkrétan pont ezen a környéken vadásztak az emberekre a zsaruk, akik elképesztő undorító módon viselkedtek 2006 őszén, és 23-án soha nem látott tömeg ment ki. Ennek ellenére, holott lehetett tudni, hogy úgy kell félni, hogy nagyon kell félni. Mert azok már tényleg és 23-án tényleg lövettek is, mert az rendes lövetés volt. Tehát tudjuk, hány embernek lőtték ki a szemét, meg komoly sérüléseket szenvedtek. Úgyhogy én szerintem a társadalom, ha megérett rá, mind hangulatilag, mind egyébként normál értelemben, és akkor hiába félemlítik meg, akkor megy. Csak tényleg egyetlen kérdés, ez egy kérdés. Én igazából tudod, hogy nem támogatom Gyurcsányt, a 2006-ot, mit én, de tényleg egy emberről tudok, akinek kilőtték a szemét, több is volt? Mert azt mondta, hogy tudjuk, hány embernek lövették ki a szemét, kurára nem akarok erről vitatkozni, csak hogy ez kérdés. Nem, megkövetlek, egy embernek lőtték ki a szemét. Egy embernek lőtték ki a szemét konkrétan, és több ember sérült. Nem, mert csak a szemkilövetésből lett ilyen epitheton ornansz. Ami szörnyű, nem arról. Oké, ott volt lányok térdepeltetése a házi udvarán, meg most ebben nem menjünk be, mert én is olyan leszek, mint a gondolom. Nem, én sem belemenni akartam. Veszélyes ez a jobbikos múlt, mi? Így vissza-vissza. Szóval, hogy én abszolút ezt érzem, ami a kérdésedben benne van, ha jól érzem. Én is azt gondolom, hogy egy csomó mindent magunkra húzunk, amit nem kéne. És a hatalom meg addig tágul, ameddig
tágulhat, akkor miért ne jönne? Miért ne nyomulna ránk, hogyha mi húzzuk magunkat? Olyan elképesztő hülye történetekbe futok bele, hogy az a szerencsétlen ember, akivel csináltam az egyik videóinterjút, és tényleg nem is tudom már, a létezésnek épp hogy csak ilyen nyomai vannak az ő életében, és azt mondja, hogy most gondolkodott, lehet, hogy mégse kéne megcsinálni a videóinterjút, mert a polgármester nem szereti, hogyha ilyen negatív fény vetül a településre, hogy ott ilyen szegény emberek élnek. Ezeket mi húzzuk magunkkal, és én nagyon sok ilyet látok. De azt nem tudom, hogy mitől van, ott lehet, hogy ezek az izék, amiket elmondtál, hogy ezek a mozgatórugói ennek a történetnek, de tehát nagyon-nagyon sok mindent önként vállalunk, amit a hatalom el se vár. Ez kicsit olyan, mint a közmédiában a szerkesztés. Egy kicsit ez is ehhez tartozik, a nekem a kedvenc veszőparipám, ezek az állandó fake news-ok. Tehát ez a hatalom, ez elképesztően vani. De így folyamatosan ugye az ember nap mint nap jön ezzel, azt mondta, mit én milyen államtitkár, hogy büdös politikai ajátok ki a seggemet. Ilyet nem mondanak, könyörgöm, ezek politikusok. Tehát megy ez az önhergelés is, ami egyébként kérdés, hogy mennyire önhergelés, mennyire magának a hatalmi mechanizmusnak a része. Ez is benne van egyébként a pakliban szerintem. Az állandó ilyen post-truth valóság, amit már így folyamatosan gerjesztenek. Posztvalóság. Hát szerint találtam. Posztvalóság. Jaj, de hát ezt már rengetegen elsütött. Nem állt. Nem. Itt a párhuzamos valóságdimenzióban nem fedezhető ez fel. Tehát itt egyszerre elhangzik az, hogy Orbánik lövetnének, és az is elhangzik, hogy a rendőrség borzasztóan profi és kulturált, és alapvetően tüntetők is. Tehát, hogy nincs ez a két, de tényleg, két tehát, oldalú. Hogy... Igen, és hogy ez nem probléma, hogy más a kommunikáció, hogy akkor most lövetnek, vagy mindenki hát, de a Péter mindig egy picit sötétebben látja. Ne haragudj, tényleg, hogy maradjunk a mondat tartalmának. Most lövetnek-e, vagy mostanában lövetnek? Nem fognak lövetni. Elképzelhető-e, hogy egyszer fognak lövetni? Elképzelhető, minden elképzelhető. Egyébként meg az is igaz. Mit? Bármelyik hatalom kerülhet olyan helyzetben. De nem, bármelyik, jó, de hát mi most konkrétan, nagyjából leszorom a bármelyik hatalmat, itt most konkrétan erről a hatalomról van szó. Tehát ez a, na jó, de ez de más hasonló hatalmat is. De hát, jó, de ami ennél lényegesebb persze az, hogy a hatalom nem az a természet, hogy egyszer csak abba hagyja a terjeszkedést, meg a hatalom koncentrációt. Nem is ezt mondom, még húzzuk magunkra őket. Ne, húzzuk. Hát, de terjeszkednek te, meg nem mi, ahogy itt ülünk, de nagyon sokan így. Jó, amikor van egy olyan lélektani helyzet, hogy tényleg már akkor is félnek emberek, amikor még nem kellene, de mondjuk az meg nem magára húzás, hogy a te embered, aki egyébként egy szerencsétlen sorsú ember, tekintettel arra a tényre, hogy egyébként az egész élete most egy szerencsétlenségbe és a megalázottságban és a megnyomorítottságban létezik, az természetesen fél mindentől az ég ott a világon. Ez csak egy példa volt, de nagyon sok ilyet tudok. Amikor hazamentem levezetni Sárospatakra az ellenzéki országgyűlési képviselők vitáját, akkor egy csomóan felhívtak, hogy de jó, milyen rég találkoztunk, de most se fogunk, mert hogy mert hogy nem akar egy olyan rendezvényen részt venni, ahol ellenzéki politikusok beszélnek, mert az ő férje tűzoltó, a másiknak közalkalmazott. És egyébként is különben sokkal kényelmesebb. Egyébként eljöttek voltam, mert nem volt jelen a média. Ülni a fotelba és a laborba áztatni az embernek a lábát. Persze, ez igaz, de nem vitatkozom. Erről is beszéltem valaki. Itt beszélgettünk egyébként a műsor kezdete erről, hogy előtt tényleg sokszor előfordul az. És van is egy ilyen attitűd. Olyan baromira föl tudja menteni magát az ember azzal, hogy úgy egyébként ez a hangulat van. De az is igaz, hogy nem fogják. Tehát nem az az útja egy ilyen rendszernek, hogy majd egyszer megáll, majd konszolidálja magát, és visszafordul. Nem ez. Hát muszáj neki kénytelen tekerni. Az önkényelemtől jobb szót kifejezni. Új és új jogi konstrukciók lesznek. Szűkülni fog a tér. Nyilvánvalóan egyébként, sőt, konstruálni fognak. Mert én még egyszer komolyan mondom, hogy úgy gondolom, hogy további hatalomkoncentráció lesz, és mindenféle ideológiákkal Európa megmentésének a jegyében létre fogják hozni például a nagyon erős elnöki rendszert, amiben egyébként egy olyan autonóm közjogi státusz fog szerezni az Orbán magának, ami a Fideszen is, meg minden máson túlmutat. És erre persze lehet azt mondani, hogy Franciaországban is elnöki rendszer van, meg Amerikában is, majd ezt fogják mondani.
mondani, mint ahogy ugye mondják, hogy a közigazgatási bíróságok is voltak, és egyébként a nagyvilágban máshogy is vannak, csak attól még, hogy valamit bíróságnak neveznek, attól az még nem következik, hogy egyébként egy független demokratikus bíróság, mert egyébként Sztálinnak is volt bírósága, sőt még ügyésze is volt, de mondjuk Adolf Hitlernek is volt bírósága és meg ügyészsége is. És azért baromira nem mindegy, hogy egyébként az kinek a bírósága és ki a felelős érte. Wyszyński sokkal szebben tudott beszélni, mint Polt Péter. Mit? Wyszyński mi van? No, szebben beszélt, mint Polt Péter. Ja, igen. Hát az egy nagy szónok volt, de hogy hívták az Adolfnak a azért, aki ítélkezett az a Stauffenberg perbe? Na mindegy, arról sok mozi van. Hát baromi jó szónok volt az is. Ja. Úgy vettem észre, mi is járunk tüntetni, hogy a nép kezd butulni. Tehát, hogy meddig megyünk lejjebb? Tehát, hogy én 89-ben trefortos diákként ott voltam, amikor kikiáltották a köztársaságot, és hogy azt gondoltuk akkor, hogy ez valami olyan lesz, hogy párbeszéd, meg akarjuk ismerni a világot, és egyre most már azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell beszélgetni olyan emberekkel, akik most már egyre inkább azt gondolják, hogy ha azt mondom, hogy ez a bögre fekete, akkor én Soros Bérenc vagyok. Hát ez borzasztó. Tehát, hogy ennyire kezd elharapózni ez a dolog, és hogy ez egy borzasztó rossz folyamat, és hogy van ennek valamiféle visszacsapása. Ugye milyen szörnyű, hogy a Kádár rendszerben elbutított tömeg, amelyik annak idején még egyébként egy tocsikperen is fel tudott háborodni. Ez a buta kádárista nép, az bizony ezeken felháborodott, és még olyan elvárásai voltak, nyilván ön nem egy kádárista személy, hogy még mondjuk esetleg például beszélgetni is lehet, és most meg már nem lehet. A rendszerváltás nagy üdvére, most nem visszasírom a Kádár rendszer, csak némi iróniával szerettem volna megjegyezni Sanyi barátomnak. Szerintem ugyanúgy kell beszélni, mint akkor. Tehát így meg kell próbálni ugyanúgy beszélni. Mondjuk így a 90-es évek elején azért tüntetgettem, nem ugyanazok a problémáink, mások, de hogy maga az, amikor egymásra találunk, amiről a Dévényi beszélt itt ilyen gyönyörű buddhista módon, hogy alapvetően az a minimál program, hát szerintem ez a maximál program az, hogy valóban szóváljunk egymással, és igazából most nem Coelho idézetként mondom ezt, hanem valóban a társadalom szövetének az a lényege, hogy működni kezdje, mint társadalom, hogy azt a szót nem annyira szeretem, hogy polgár, de hogy polgárokként forduljunk szembe egymással, szembe is egymással, ne csak egyébként egymáshoz valamilyen módon. Nem tudom, jó volt korábban történt, de egy 15 éves magát nácinak nevező gyerekkel beszélgettem a faluban, a kocsmában. Ugye hát nem nagyon volt olyan igazán közös téma, a rohadt cigány, húlad. Hát volt már bennem némi sör, és akkor elénekeltem neki egy cigánydalt, amit én speciál ismerek, szeretem a szövegét is, egy nagyon régi nóta, de hogy így számtalan nemzetközi verzióval rendelkezik, és mondta, hogy fú, ez de kurva jó, ez mit tudom, én nem tudom, egészséges arc, bőr vagy. Ez egy cigánydal. Ez egy másik zenekar, az egészséges arc. És akkor ennek alapján már lehetett beszélgetni érdekes módon. Azt nem mondom, hogy ott 20 perc alatt, mint egy ilyen rendes buddhista szerzeres tarkon vágtam a papucsommal, és megtért, és aztán már nem látszik, de volt egy kiinduló pont. Nem tudom, az emberek butulnak, tehát butul, mi vagyunk az emberek. Tehát mi akarunk egymással beszélgetni. Igen, sokan butulnak, sokan régen is buták voltak. Szerint? Tehát egy ifjúgárdistával annak idő sem tudtam nagyon elbeszélni. Az biztos. Ez egy 80-as évek végén. Az egész emberiségnek egy brutális problémája. És azt látom, hogy most már mindenki érse jól, amit mondok, hogy a magyar értelmiség is prolisodik. Magyar értelmiség is bizonyos tekintetben úgy viselkedik, mint régen a prolik viselkedtek. A legegyszerűbb dolgokkal lehet rájuk hatni, és csak a legegyszerűbb dolgokkal lehet rájuk hatni. Szerintem ez a lehető legnagyobb kihívás, ami ránk vár. Nem is ránk, hanem meg az én gyerekeim, vagy az ön, vagy a te gyerekeidnek is a korosztályára ezt a bizonyos párbeszédet megtalálni, és én nekem fingom nincs, hogy ezt hogy lehet majd megoldani. A magyar értelmiség úgy viselkedne, hogy mondjuk a 10-es, 20-as, 30-as években a prolik viselkedtek, akkor sokkal előbbre tartanak. De én is komolyan, ez halál komolyan, így van. Így van. Ebben teljesen egyetértek. És ebben biztos, hogy szerepe van a médiának, a közoktatásnak, a közerkölcsnek, a naésnek.
Na és meg óriási szerepe. Az van, hogy tényleg egyrészt azért sokkal, tehát szeretnék a Péterhez csatlakozni, igen, a prolik annak idején egyébként könyvtárakat építettek, társaságokat biztosító. Dühös is miatta most a Szakács Árpád? Dühös is miatta most a Szakács Árpád? Ja, igen. Ez az egyik dolog, a másik igazából a kultúrának azokhoz az elemeihez férhettek hozzá, meg akarták, meg arra vágytak. Hogy is mondjam, azért valamilyen értelemben a kínálati piac korlátozva volt, mert az a kultúra azért sokkal több szempontból volt minőségi, mint most. Szóval azért attól nem kell meglepődni, tehát ilyen értelemben ez egy evolúciós ugrás, amit most élünk, hogy olyan elképesztő mennyiségű információ, és ezt szónak nem, de most azért tényleg iszonyúan hat az emberre. Az esti hírlapban lehetett egy minuszos hír, vagy egyáltalán nem is volt hír, azoknak a híreknek az ezerszerese, vagy milliószorosa, ami nap mint nap belép az ajtónkon, leül az ember, bekapcsolja a rádiót, beül az autóba, és özönlik rá egy csomó félelemkeltő, ismeretlen dolog, amit baromi nehéz feldolgozni. Itt nem az emberiséggel van baj, itt az van baj, hogy ez a magyar oktatás, ez a magyar politika, ez úgy döntött, hogy a magyar társadalmat és ezeket az embereket, akik itt most felnőnek, lényegében valamilyen okból, valami különleges okból, bár szerintem ezt is lehet elemezni, de ide most ne térjünk ki, alkalmatlanná teszi arra, hogy döntéseket hozzon mondjuk arra nézés, hogy hogyan szelektál és hogy dolgoz föl egy információt. Tehát, hogy mondjuk észreveszi-e, hogy az egy brutális hazugság, hogy Svédországban polgárháború van, és hogy észreveszi-e azt, hogy mondjuk miképpen, mitől reagál másképpen a francia társadalom annak az élmények, amit ott nem is igazából migrációnak hívnak, vagy miképpen működik Anglia, amikor nem veszük észre, hogy a magyart meg a lengyelt kiutálja, de egyébként az indiait, a pakisztánit meg a izét nem szeretném tájékoztatni szomorú szívvel a kedves közönséget. Tehát, hogy bizony őrült nehéz lesz, meg kell teremteni, alkalmasnak kell tennie magát az embernek arra, hogy mondjuk azonnal ne menjen a Dunapartra és lője magát főbe, hogyha végighallgatja azt, hogy mi történik a világban. És aki ezt megúszza, annélkül, hogy Dunaparton főbe lője magát, az a társadalom túl fogja élni, meg azok az emberek túl fogják élni, akik meg erre alkalmasak, és akik erre nem alkalmasak, azok meg bele fognak halni. Mindig akadnak önként jelentkezők a Dunaparton, akik főbelül. Na jó, de tudod jól, hogy jó, Péter, most nehéz, de most ez komoly. Tehát a magyar társadalom is ezelőtt a kihívás előtt áll, mint társadalom is. Mint társadalom, nem akar olvasni. Meg egyébként kézenfekvő módon elfogadja azokat az interpretációkat, minden különösebb kritika nélkül legalábbis 3 millió, na jó, azért nézzük meg a rendszer. Hát azért nem volt ennyi funkcionális analfabéta 30 évvel ezelőtt, mint amit nagyjából 2000 óta lehet érzékelni, és ez ráadásul szaporodik, tehát valahol az iskolarendszer, tehát itt van a probléma. Jó, egyébként a társadalomnak van egészséges önvédelme, mert annak idején csak a Népsportban lehetett olyasmit olvasni, hogy mondjuk egy úszó világklasszis fiatal elmegy és magántanuló, de ma családok százai, jó, aki megteheti és megengedheti magának, összeáll, és magántanulót csinál a gyerekéből, és otthon tanulnak a gyerekek, mert ha elmennek az iskolában, már mindenki tudja, hogy hülyék lesznek belőlük. De közben meg én meg azon gondolkodom, hogy ez egy ilyen magyar, nem biztos, hogy magyar, de mondjuk közép-kelet-európai probléma, nem? Vagy nem tudom, én ebben nem is akarok belemenni, mert nem ismerem de azt, ami van Szlovákiában most komolyan. Az egy értelmiségi beszélgetésben nekem. Téma-e, hogy butul-e a társadalom, nem tudom. Az biztos, mi hogy mi nálunk, van, nem butul. Nálunk így van, mi van, nem butul. Nálunk elképesztően butul. De például van, azért, hogy egy kicsit oldjam ezt az egészet, hogy... De miért? Akkor... miért? Én is mi vagy, ha az van, bocsi, csak hogy ez népszerű ez a butuló társadalom. És mi van, ha csak régen egyszerűen, ugye most van ez a divatos elmélet, hogy az emberek bezáródnak a vélemény buborékjukba, ez most nagyon divatos lett, felkapott. De mi van, hogyha ha pont nem, hanem régen záródtak be a vélemény buborékba, hiszen nagyon kevés információ jutott el hozzájuk, és nagyon kevés emberrel és csak találkoztak mondok, személyesen. Én csak annyit tudok mondani, bocsánat, hogy sokkal kevesebben tudnak hívni és olvasni, mint régen. Hát nem hát, régen. Oké, jó, oké, de csak egyébként más készségek szerint vannak. Részben bútul, de pont ez a lényeg. Tehát, hogy itt egy csomó dolgot nem értünk mi itt az öreg fejünkkel az új társadalomból, hogy működik. Mi az oké? Lehet, hogy
a hagyományos szempontból funkcionális analfabétákat látunk, mert egész más rövidítésekkel írják a... A funkcionális analfabét az nem az. Nem feltétlenül értünk mindent abból, hogy hogyan konstruálódik most az információ, hogy egyáltalán hogyan működik az, ami társadalmi gondolkodásnak, vagy társadalmi szövetnek tekintünk. Nem másról beszélek. Másról beszélsz. Én hajlok arra, hogy butulunk, nem arról van szó. Én biztos. De szerintem azért... Itt a DVD-nek is valaminyire igaza van. De és akkor mit kezdjük azon az információval, hogy itt van a japán társadalom, amelyik nem butul, amelyik egy... De igen, ezek az információk. De várjál, nem. Nem butul. Tehát a japán emelkedik a úgynevezett értelmiségi rétegnek a számaránya, ami náluk azért mondjuk nem egy ahhoz, különösen úgy, hogy fogy a társadalom, persze nem olyan nagy probléma, de amit akarok mondani, igen, pont amit akarok mondani, hogy ők egyébként kulturáltan viselkednek egymással, ott a közbeszéd egész más, mint itt, még a politikai közbeszéd is, viszont nem dugnak. A japán társadalom elnézést a hölgyektől egyik legnagyobb problémája, hogy 30 év körül a japán fiatalok, nem tudom én, valami brutális százaléka, most nem akarok hazudni, mert nem készült, ez most ebbe a pillanatban jutott eszembe, szűz. Ebben mi se készült. Nem is. Az nem, a helyzet. Igen. És akkor ugye eljutnak oda, óriási probléma, őrült nagy probléma, eljutnak oda, hogy tegnap egy japán fiatalember elvett, megházasodott egy hologrammal. Na ez mekkora probléma? Jó, de ez a hosszú házasság. Maradjunk csak azért, hogy amíg áram van, nem szeretnék macsba maradni, tehát Péter, nem arról beszélek, hogy más nyelven beszélnek, és izén egyszerűen, és nem arról nyilatkozom, hogy butul-e vagy nem butul, fogalmam nincs, de azért amiatt azért azt gondolom, hogy lehet aggódni, ha valaki se írni, se olvasni nem tud. Ez nem azt jelenti, hogy más jeleneket használ. Ez nem azt jelenti. De te nem a funkcionális analfabetizmusról beszélsz, akkor nem az analfabetizmusról, mint olyanról. Erről meg a funkcionális analfabéta egyébként jó, azelőtt odaállsz. Hát én ezt soha az életben funkcionális analfabéta bármikor elolvassa a Magyar Idők vezércikkét, és meg is érti, ami abban benne van. Az bőven. Na jó, ennél szofisztikáltabb. Nem így van. Jó, nem így van. Nagyon mindegy. Jó. Ez egy különben hülyeség, hogy önmagában butul egy társadalom vagy. Ja, és akkor annyit még gyorsan, hogy megpróbálni megérteni, hogy miért. Tehát olyan külön, tényleg annyira különféle, hogy két külön világba kezd élni a magyar társadalom egy-egy része, hogy ez már ilyen őrület, és hogy megpróbálni megérteni. Nagyon nehéz, mondjuk nekem is 10-ből 5-ször nem megy, meg régi barátaimmal is ordibálok időként a telefonba, de hogy mégis az valahogy afelé lépéseket tenni, hogy de mégis ő úgy látja, akkor mi lehet ott a háttérben. Szerintem az nagyon fontos. Jó, persze. Baromi nehéz, iszonyú nehéz, nagyon fárasztó. Igen, pont ez a műsor tanított meg arra, hogy nem biztos, hogy például a Konok egy megátalkodott, régi gondolkodás módonban egy megátalkodott, akasztani való anarchista. Hanem... Ezt a barátnőmnek magyarázta. Hanem megtanított ez a két év arra, hogy hát igen, mert szíven ütött egy-két gondolata, amit igaznak gondoltam, a Csintalannénál még több, pedig azt gondoltam róla régen, hogy nem biztos, hogy százas, és megtanította arra, hogy bizony vannak másképp gondolkodó emberek, még a politikai paletta másik oldalán álló ember is, akinek esetleg igaza van. És hogyha ez a magyar társadalom el tudná enni, most nem mint hogyha én lennék az etalon, nem így, nem erre gondolok, hanem arra, hogy ez a fajta párbeszéd, aminek most szerintem semmi esélye nincsen, mert most már törzsek vannak ugyanúgy, mint régen, csak most nem, mit tudom én, 8 vagy 9, hanem... 10 millió. Hát egy nagy, meg sok kicsi. Egy nagy, meg sok kicsi. Tehát most én nem sok esélyt látok. Ha itt egy kicsit ebben jobban állnánk, akkor még ez a bizonyos butulás is megállna. Egyébként én akkor kezdtem el hinni a szabadfogásban, vagy akkor kezdtem el nagyon szeretni, amikor a Sanyi azt mondtad a Konoknak ott a bárpultnál, mármint, hogy nem úgy bárpult volt, hanem na mindegy, a stúdióban. Ahol... Akarom én ezt hallgatni, hogy mindenki ízni. Nem, kávé és szendvics, és hogy kóla. Hogy valami ilyesmit mondtál neki, hogy sose gondoltam volna, meg nem is, hogy szinte nem is esik jól kimondani, de hogy tök szívesen elmennék veled sörözni. Nem emlékszel rá? Mindegy, de én ezt terjesztem, ettől függetlenül. Nem, így volt, le tudnék ülni veled sörözni, azt igen, mondtam. Igen, és akkor mondtam, hogy te fizetsz, és akkor mondtad, hogy nem gondoltak komolyan. És maradt onnan. Nem, te azt mondtad, hogy én viszont nem. Akkor még azt mondtad, hogy én viszont nem. Na, akkor most jól jöttem. Mikor sem lesz? Nem emlékszem egyébként. Meg azt nem fogom mondani.
működik. A komolytalan kérdés az Spurzsés Endorhoz, hogy megkaptad el 32 milliót a Pataki Attila helyett a fellépésért. A komoly kérdés pedig az, hogy lesz a sztrájk 2019-ben, és ha lesz, az 5 pont helyett, vagy amellett mi lenne az a célkitűzés, amivel meg lehetne roppantani a kormányt? Folytatódott egyébként a show, de én azt egyébként ezt én városi legendának tartom, ezt a 32 milliós Pataki felé, akkor is legalábbis 2002-ben, na mindegy. Én nem tudom, hogy nem mondok semmit, nagyon közelről ismerem, szinte szoktam is vele találkozni nap, mint nap, időnként, ha nem vagyok másnapos, akinek a pacekba mondtak. Az, az nem akkor volt, amikor a Pataki cigány dolgokat énekelt, és vitte magával a 100 fős zenekart, mert akkor nem olyan sok. Ez a kormány előbb-utóbb nem roppantódik meg magától. Nem tudunk ilyenben bízni, hogy a NER-esek egymásnak esnek, aminek szerintem már vannak jelei, bár ezt mondtam egy évvel ezelőtt is, aztán most már azóta tévénk sincsen. Szóval, recseg, ropog. Szóval a helyzet az, hölgyek, urak, a helyzet az, hiszen nem szabad a reményt feladni, de baromi jól csinálják ezt a hatalomgyakorlást. Tehát egyszerűen el kell ismerni, annyira jól csinálják, hogy be kéne szállni az internetbe. Ideje lenne most már. Hogy holnap jelentkezek a köztévénél. Tehát ez mindig a szituációban alakul ki, és ott kell, hogy megszülessen. Egyébként ezért nem díjaztam ezt az 5 pont dolgot is, mert azt utána ugye elkezdték az emberek kezébe adni. Azt ott a helyben kellett volna kidolgozni, hogy mik a követelések, és szerintem ha lesz sztrájk, és én azért bízom benne, hogy lesz, akkor az előbb-utóbb kicsúszik az ellenőrzés alól, és hogyha az emberek szóba állnak egymással, ahogy szóba kéne állniuk egymással, akkor ebből született valami. Hogy mi, az tényleg, viszont nem hiszem, hogy most meg lehetne mondani. Mi, menjenek ezek a francba. Tehát így, ez kell, hogy egy alapvető dolog legyen. Az összes többi, nem tudom. Én azt szerettem volna kérdezni, hogy így szakszervezetek terén, hogy nem tudom, ki emlékszik arra, amikor fekete pólóban próbáltunk tüntetni az egészségügyben. És én ott voltam, és annyi történt, hogy lejött az igazgatás, lejött egy pár ember, a szakszervezetről lejött a néni, és akkor mondták, hogy ezt be lehet fejezni. Tehát, hogy nagyon sok mindent akarunk elvárni ettől. Amikor én oda kerültem dolgozni, kérdeztem, hogy miért érdemes befizetni a szakszervezetbe, és akkor mondták, mert olcsó lesz a nyaralás. Tehát, hogy valami ilyesmi a hozzáállás most szerintem. Ettől a szakszervezettől várnánk valamit, vagy mit kell itt várni? Szerintem írdatlan fontos azt hangsúlyozni, én igyekszem mindenütt hangsúlyozni. Nem feltétlenül kell egy sztrájknak betartani a sztrájktörvényt, sőt, azt hiszem, a jelen körülmények között nem is nagyon lehet. De Magyarországon és a szakszervezetek rettentően tiltakoztak, a Sanyi ott volt, biztos tudja, amikor ugye a rendszerváltáskor sztrájktörvényt alkottak, mert addig lényegében nem volt, akkor abba belevették, hogy nem csak a szakszervezetek kezdeményezhetnek sztrájkot, minden egyes állampolgár. Joga, kivétel a szolidaritási sztrájk, az csak szakszervezetek, kezdeményezhet sztrájkot, levezényelhet, tulajdonképpen letárgyalhatja az egészet, nem kell várni feltétlenül a szakszervezetekre, vagy újakat kell alakítani. A szakszervezet tulajdonképpen mi vagyunk, az pontosan olyan, mint a tüntetés, hogy az, hogy mi történik a szakszervezetben, az nem ára, hogy kevésbé karizmatikus vezetők, ezt mondtad, kevésbé karizmatikus vezetőkön múljon, a nénin, aki lejön, hogy most már ezt be lehet fejezni, nehezen múljon. Szóval mindannyiunknak joga, kötelessége, lehetősége az, hogy igen, sztrájkoljunk, amit nem tudom én, hogy fogok gyakorlatilag véghez vinni, de valójában annyira, a sztrájk nem csak arról, hogy nem dolgozik az ember. Mondani, de csak szerintem gondoljunk most már a rádióhallgatókra is, hogy akik ezt végig kell hallgatni. Már régi kapcsoltál. Nem, még egy. Rövid leszek, más stílusú lesz a kérdés. Azt szeretném megtudni, hogy annak idején ti, amikor közösen dolgoztatok, a Hut Gergelyt bántottátok valamivel, hogy olyanná vált, amilyen? Mi nem? Nem hiszem. Én egyszer lehülyéztem az ATV-ben a Hírvita című műsorban, ahol egymással hírvitáztunk, és azt mondtam, hogy ekkora hülyeséget még tőled sem vártam, és akkor megsértődött. De azért szerintem akkor is hülye volt előtte. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én például nagyon kedveltem, amikor még a Magyar Nemzetben dolgozott még ilyen, tehát úgy volt újságíró, hogy csak újságíró volt. Ő szerintem ott roppant meg, amikor
Hirtelen kapott egy olyan karrierajánlatot, mert ugye rögtön az emlékeim szerint főszerkesztő helyettes lett a Magyar Hírlapba, ahogy elment a Magyar Nemzettel. Kap az ember keszonbetegséget, és aztán mindennek vége. Tehát ez a kunce szövegek különben, ez a keszonbetegség. De nála a személyes motiváció sokkal erősebb, mint amit egy propagandistától az ember úgy vár. Jó, hát aztán az ember belejön. De az aztán belejön. Tehát, és ugye amikor már nagyon égsz, mint a Reichstag, és azt a döntést meghoztad, hogy akkor propagandistává válsz. Nekem van egy, ha megengeditek, egy ilyen személyes élményem ezzel 1900, mikor volt a Bokros csomag? 1900. Igen, és akkor ugye ez egy hétvégén történt, ilyen nagyon-nagyon gyorsan és rapid módon. A Pufajkás Horgyula, miután tudta, hogy mi fog történni, ebből adódóan igyekezett azt megelőzni, hogy a forintra játszanak, spekuláljanak a Bokros csomaggal kapcsolatos história kapcsán, mert arra, hogyha ez kiszivárog, meg bennfentes információ keletkezik, akkor abból azért nagyon sok, nagyon komoly veszteségek lehettek volna. Jó, valakik nagyon keményen össze tudták volna szedni magukat. Volt egyébként. Láttunk mostanában ilyesmit. Hát a Megyesinél is volt, ez egyébként megcsinálták a Megyesit megkucsoló, ezért mindjárt a hútra fogok térni, és akkor vasárnap este fölhívott a miniszterelnök, mert hát mégiscsak én voltam az ügyvezető alelnök, hogy másnap tartsunk sajtótájékoztatót, hogy hogyan gondolkodik a párt a Bokros csomagról. És akkor mondta Gyulának, hogy ne arra, hogy nekem fogalmam nincs, hogy mi a túró van a Bokros csomagban. És mondta, hogy hát olvassál újságot. Na mindegy, nem is ez az érdekes, ugye nagy sajtótájékoztató, meg minden kutya füle, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát itt a párt meghozza az áldozatot, meg ez, meg az, meg az, és akkor ez csak egy baromi kínos érzés volt itt a gerincem közepén. És nem értettem, igazából is valaki baromira néz, de valaki baromira néz. Hát most azon kívül, hogy közismerten szeretem a Vörösbort, azon kívül most közismert elmebetegnek is nyilvánítom magam, képzeljétek el, hogy fölnéztem a sarokba, és ott ült, és ott röhögött egy manó. Nem viccelek. És akkor ez tényleg iszonyú. Jó, elmondtam, megtartottam a sajtótájékoztatót. És akkor... És Anyikám, na jó. Jó, a gyík emberek, jó. Jó, hagyjuk ezt, jó. Én nemet mondtam neki, öcsém, de ezek szerint te nem. Tehát, igen, nem tudom, érted, hogy mit mondtam. Na, hát, jó, hát nem akarod érteni. Tehát ti bulisztatok, én meg azt mondtam neki, hogy nem. Nem tudom, érted-e. Na, mindegy, azt akartam csak kinyögni, hogy... És akkor ezt úgy utána elhatároztam, hogy az életben ilyen soha nem fordul elő, de ezt csak azért meséltem el, hogyha az ember egyszer rátéved erre, és utána nem tér le, jó, tévedni lehet, de a hútról meg vagyok győződve, és van még néhány ilyen ismerősem, hogy pontosan tudja, és ha hazamegy, nem mindenki, és hazamegy, tudja, hogy egyébként most Gané, amit csinál. És a Gergőnél én abszolút biztos vagyok benne, hogy tudja. Hogy jön ide a manó? Hát, hogyha enged a manónak... Úgyhogy, ha engedsz a manónak, akkor véged van, te szerencs. Engedsz a manónak, véged van. Véged van. Most már én is értem, csak én butább vagyok. Ja, én is dolgoztam vele együtt, igen. Na és te mire emlékszel? De hol dolgoztál vele? Magyar Nemzetnél. De akkor még nem volt ennyire ott összevonultak a dolgok. Nem. Én meg nem is ismerem. Nem, én egy csomó volt kollégával jóba vagyok. Én sem vettem össze senkivel. Mert hogy azt gondolom, hogy ezeket a hidakat építeni kell, és nem felégetni mindent. Tehát még olyanokkal is napi kapcsolatban, hát az túlzás, de mondjuk beszélünk, akikről nem is gondolná senki. És mondjuk vele nem, tehát a 20 évvel sem kapcsolatban. És mikor szoktad fölvenni a telefon? Időnként, de hogy ez nem tudom, miért fontos egyébként a Hút Gergő ilyen szempontból. Tehát, hogy... Hát azért már megkérdezte. Hát de tudom csak, hogy... Volt neked is fele közös vitad. Volt, persze. Hát az, igen, akkor én azt hittem, hogy... Sándornak a padavanyjával volt, meg a lányával egy közös... Igen. Oké, csak hogy izé, hogy... Meg valahol ti is a napos oldalon játszottatok, még nem olyan rég. Bocsika, én amikor hatalomban volt a Fideszék, akkor már nem voltam képernyőn. Én 2010-ig
Ott 2010-ben, hogy megnyerte a Fidel hatalmat, levettek a képernyőről, csak szeretném csendben, tehát csak a precizitás kerüljön. De tényleg nagyon-nagyon elment az idő, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hát nem tudom, fog még ilyeneket tartani? Igen. Kellene, nem? Igen. Igen. Úgyhogy köszönjük, és akkor elkezdjük szervezni majd a következőt. Újabb 60 helyet. Ja, igen, Csaba. Akar, Csaba, szóljál te is valamit. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy mi a Magyar Nemzetnél sok évet letöltöttük, vagy eltöltöttük Huth Gergővel, és egyetlen ember volt, aki minden karácsonyi buli verekedett, az a Huth Gergő volt. Ezt nehéz überelni, még egyszer. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Köszönjük. Boldog új évet. Jó, tényleg boldog új évet. Ez egy utálatos év volt, az jó lesz.